jól beszélsz? Csak a PSB. Csak a PSB. Egyetértek. Sziasztok! Mi a helyzet? Milyen napotok volt? Még be vagyok rekedve, igen, de már jól vagyok amúgy. Ahhoz képest jobban vagyok már, érted? Elmondanám, ha nem lennék jól, de most jól vagyok. Esküszöm. Sosem hazudnék neked. Igen. Nem hinném, hogy így működik. Hello, sziasztok! Hello, hello! Akkor ezek szerint csak Bálintnak van valami a hangjában. Minden bizonnyal a Bálint a szar. Ja, ilyen nagy barátok lettetek? Elnézést. Nem akartam megbántani a címvidet, ne haragudj, kecs. Csúszik be. Miért neked nem a címvid, várjál csak? Nem, ő az alantasom. Az emberem. Lehoztunk az alantosoddal egy boltot. Ügyesek vagytok. Én meg gyorsban kipakolok egy házat, aztán utána durranhatunk akármire. Rendben. Vagyok meg én is kipakolok egyet addig. Vagy mondjál az előre, ez normális, hogy én is kapok fél? Van egy vagy fél vagy egy órán, csak kapok egy van ezzel. Igen, fizetésrendszer van beállítva. Halk a játék. Biztos, hogy halk a játék? Vagy inkább csak a catch halk, amivel nem tudok mit kezdeni.
Nézd, milyen szép lett volna, mi? Ha beadja. Hát nem tudom, az a baj, hogy feljebb venném a rádiónak a hangerejét, de akkor jönni fog mindjárt egy ember a rádióra, akinek kurva nagy hangja van, és kiestek a húgyatokból. Majdnem. Nem vagy majd legközelebb. Gyakorlás teszi a mestert. Mi a helyzet, Pepsi? Holnap lesz az UB stream. Pepsi. Holnap. Jocinál lesz UB stream, haver. Nem tudom, nekem még gombom van a duda. Csaltok, srácok, már megint? Így nem fog sokáig tartani az útban. Menjetek fel az izé DM szerverre. Hát nálam miért lenne DM stream? Hogy mi ez már UB stream? Nem vagyok a képviselője szervernek. Csetet figyelem. Jó hallott, Pepsi. Nagyon jó füled van. Hát na. Elővigyázatos az anti-cheat. Így van, az AC szerint, de nem vagy emberek közé való. Olyan jól játszol, hogy tényleg semmi közöd nincs ahhoz. Menned kell e-sport. Érted? Több ezer ember szem előtt kellene játszál. Ellenőrzött gépekkel.
Így van, Bazsika. Menj, éld ki magad. Bazsi, úgy látom, hogy mindenki tudja, hogy mit csináltál. Mi a szitu veled? Hagyod ezt nekik? Mindenki szeme láttára? Hát inkább lője körbe az embert, mint hogy szoftaimozzon, nem? Nem rosszból. Csendbe legyél. Mennyi kes van már? Még hova lehet benézni? Ide? Már jövök is. Ebbe is be lehet nézni, ha jól tudom, csak úgy kell odaállni. Külön WATS file. Az jól hangzik. Ez pakolható? Nem úgy néz ki. Nem. Ebben az a hiba, hogy mi sem vagyunk HCRP-sek. Hogy akarsz te velünk HCRP-zni, ha mi sem vagyunk azok? Ez itt a kérdés. Szia, bács! Ali, 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 Ali. Szia! Hol van a KP? Mit sem? KP! Átrablás végzünk most. Négyen? Hát... most kettem. Látjátok? Miért? Négyen vagyunk? Daniel hol? Ő házatra volt. Ez a buzi? Mindjárt lemegyek a faszomba a szerverről. Van idegesítő, geci. Hogy tud valaki ennyivel hangosabb lenni a másiknál? Egyszerűen nem tudom beletenni normálisan a kibaszott hangerőt. Egyik sipítozik, a másik meg olyan halk, hogy bazzeg két füllel kell hallgatni. Meg egyszer a frekvenciát is kiviki. A frekvencia, amin beszél, vele együtt ki kellene végezni a faszomba. Már landolok hazafelé, meg a bánit is érkezik elvileg. De első ugrasz ki az buszból. Micsoda? De első már ugrasz ki a buszból. Ja igen, igen, igen. Megérkezett Valintunk is. Jó, bassz meg, lőjetek le itt. Le fogok szedni egy mesterséges intelligenciát a fülemre, ami kiszűri pont a te hangodat, kolompár, geci. Tomi! És miért mondtál ilyen? Gyász legyen meg a maga szembeni. Most tényleg el akartál baszni engem, Dániel. Mert hogy mi hol vagy? Degenerált. De miért hol vagy? Catch volt sem. Én nem vagy a GPS, én nem mentem el mellett, tehát hülye gyerek. Ja, rajta sincs a GPS. Rajtad van, rajtad talán. És rajtam van. Gyere, catchpad be! Várja már. Na most, de kussolja inkább, léci, jó? Mondjad, Bazsika.
Nem, nem ismerlek. És vágod? Nálam a frankiból olyanok vagyok, vannak, akik itt ismerek. Igen? Szét ki a faszomat, visszaérni meg már luxus. Mi járt az neved ki kecs? Nem kecs ő. Mit van? De nézd már meg, Bálint. Van pillanat. Mi járt a csomidból neved ki az enyém, csak beszettem, hogy legyen helyen. Jeci, ez egy nagy sebesség, de nem úgy csúszik. Hallod, Kecs? Te hoztad a fegyvereket? A Hunival intéztünk szárad csomagtartóban, igen. Kivett Vrencset, tesó? Ezt szétadom. Ki volt ez? Én raktam be a tárolóba, te fasz. Ó, Dani, akkor lehet téged klopfózni, tesó? Ja, húbozd meg. Ne tedd le a kocsit, kalampár, ne tedd le, hagyd be, ilyen kiatudtam azt még. Szavaztok, csöcső. Hello mindenkinek. Ezt tuboljátok fel, ha van egy kis aprótok, azt mondom. Látok. Hogy elkerül... Jaj! Kecsi, gyere ide, szvitt föl! Ez mind, amit tudsz mondani, hogy áu? Ez minden? Figyelj már ide, elájultam, hát mit mondja? Kecs, van itt cucc, szvitt. Hát amikor elájulsz, akkor miért áuzol? Vittem mindjárt. Mondom, magamhoz tértem, és rohadtul megtéptem a nyakamat. Ne fenyeges! Áó, én is magamhoz tértem, eddig álmomban kiabáltam, ne haragudj! Mi történt? Ne haragudj, te szembe jött, az én sávomba jöttél? Jól láttam. 536-os a számlám, csak szólok. Duranjon ide a Della, hogy menjek megszereltetni ezt a szart. Ne gondolkozzál, csipogjon az a telefon. Most mit csinálsz? Eljátszod, hogy nem vagy a kocsiba? Vagy mi a gecimet csinálsz? Fokkal jobban vagyok, lejárok én is a sáv szélére. Lájult-e? Á, kicsit. Ja, hívnak neked mentőt? Ja, nem kell, de hogy is, semmi ilyesmi. Ó, van, hál' Istennek, nekem nem roppant meg a gerincem. A faszomnak jössz szembe sávba. A rádió. Ide lehajlok hátára, fordítom az urat, és a hasára, teszek rá egy bilincset. Bocsi, gyors kötözőt, szép ide, ide kötözöm a póznához, a gecibe. Átnézem az úrnak a ruházatát. Gyere ide! Milyen menü az, geci? Azt a kurva. Ez ki a geci, hogy csinálta? Az éjszakessek a cuccait, de megvan. Hallod, ki a menünek a dizájnere? Rúgjátok ki a gecibe. Ezt elviszem, ez erről se lesz sok szükséged, jó? Meg elviszek ebből is ennyit, jó? Nem merem még egyszer megmondani. Elsírnád magad. Telefonom van, van telefonom, jól van.
Szerencséd van ma. Időzárásra állítottam a gyors kötözőt. 2 perc múlva leszakad rólad, jó? Addig maradjál itt egy helyben. Ne, maradj csendben inkább. Itt jön. Visszaadom, hogy kérdezik. Tessék, micsoda? Hadd tegyek már fel egy elméleti kérdést. Te valami időutazó vagy, hogy ilyen időzáras gyors kötözőkkel mászkálsz? Hát figyelj. Nem ugyanértem a logikáját. Ja, oké, és bocsánat. Akkor visszateszem a hagyományos gyors kötözőt. Visszakötözlek a póznához. Lekapcsolom a... Ott fasz. Nem tudom, hogy vele van-e. Ötletem sincs. A családom, vagy? Csak nem. Akartam mondani neki, 2 perc múlva mehessen tovább játszani. Érted? Direkt olyan gyors kötözőt akartam rárakni, 2 perc múlva tudjon tovább menni. Erre meg beleköt vágod. Nem, hogy örülne, hogy nem hagyom a semmi közepén. Keresetnek. Meg van engedve. Ó, Bálint összer! Bárodnak tisztelettel jelentem. Amúgy Krinyó miért modi még ezen a csatornán? Azt nem értem. Az osztály létszáma őt. Mi a faszom modi még ezen a csatornán? Csicska Krinyó, bazd. Bálintba megdöglött. Abban biztos vagyok, hogy szívesen kibannolod, Matyko. Hát Krinyó, bazd meg! Mi csinálják veled? Tudod ki... amúgy tudjátok ki jut eszembe a Krinyóról? Vágjátok régen a tévébe azt a kis srácot, aki mesélte a kamerának, hogy otthon az apukájával emberméretű szalmabábút építettek? Dániel! Hát, kussoljál már, csicska geci! Merre vagy? Azóta is a házat rablod, mert akkor nem bajba vagy. Autót szerelek és közben gondolkozok a jó kis gondolataimmal. Ez még itt ordibál a fogyatékosa. Geci. Ja, értem. Én egyébként wordlézni szoktam. Hogy lehet ilyen különbség az, hogy a catch, bazeg, alig hallani ezt a szart csávót, aki az előbb beszélt, azt így bazd meg, mint valami rémálom. Jó reggelt. Na, azért vigyázzunk, jó? Letesszük a kocsit, ne legyen túlságosan egyértelmű. Te mondod, hogy hogyan?
Megyek én is vért adni. Jó, jó. Megfogod a kett? Nem. Mi? Ezt amúgy át kellett gondoljam, látod, egy ilyen 5 másodperc hatásszünet volt. Azon egy csomót nem vettem ki amúgy. Nem lesz ajcsi kocsim. Vagy 6-7-et nem vettem ki amúgy. Így összességében. Akkor mihez van kötve? Mert úgy volt, hogy ahhoz van kötve. Még ti írtátok itt cseten, hogy ahhoz van kötve. Végeztem a véradással, fa. Alatt kolompár, nem tudom, hogy beszéltél most, de maradjon így. Jó. Már nem volt jó, már megint hangos voltál, ahogy az előbb beszéltél. Erre gondolsz? Igen, így maradjál. De ez így nem jó. Daniel, hogy vagy? Jobban tetszik a hangod, és már... Tetszik, hogy ilyen erotikusan beszélek? Neked tetszik, Kett? Most kolom már erotikusnak érzi magát, hogy mi a fasz? Jól ki van a csávó az élet. Tedd már össze magad! Bálint! Cukorkával leszél agyom! Kell csüzzelni a kurva!
címet csinálsz. Normális vagy az. Hát ő is már el, merre akarsz menni. Nem, Bálint, a gyengékedőm van. Jó, mert, hogy nem, már bazd meg, hazáig borulni fogok. Fejbe vertem. Ember. Hát bazd meg, tiszta Kobra 11, geci. És az úri ember nem akarja beláttál. Megmutatni a barátomat, azt hogy utána hova temes. Nagyon durva. De Shadow, figyelj már, hogy vagy? Kihívott téged, basz meg. Direkt beállítottam a Twitch-et, hogy neked ne küldjön értesítés, basz meg. A szerelő uram? Így van, az vagyok főnök szerelő. Kérnék akkor egy szerelést, köszönöm. Én szerelhetek, mert nagyon kevés pénzem van. Akkor szerelje. Mindjárt itt vagyok. Te, rohadjak meg ezt a csávót, még az előbb kint láttam a keletén lövöldözni. Most meg szerel? Mi a számla számod? 442. Köszönöm. Megmosom belülről az autót. Rád bízom a kölyköt. Ja, amúgy egy idős velem, mindegy. A gyerek megolvasz ő. Előveszem a laptopomat, rákcsatolom. Ki ez az apa hang a rádión? Mindjárt, igen. Fia, fiam, mi a pálya? Megnézem a cuccokat. Neked már rég halottnak kellene lenned, fater. És vagyok. Jó. Faszér élsz? Isten. Egy tisztítás kérhetek, vagy az már volt? Már volt. Nagyon szépen köszönöm. További szép napot. Így, mert milyen komoly hangszál van, a jó Isten. Meg vagyok fázva. Az a világ. Elolvad a fülem. Mit mondasz? Igen. Otthon vagy? Most indulok haza lepakolni a lopott tárgyaimat. Jó, oké. Mit kezdünk el szervezni? Milyen szervezni? Támadás a Fehérház ellen missziót kezd el tervezni. Rend. Na, mehet. Vagy támadás Prasi ellen, meg kell keresünk Prasit. De csak Gerett. Na, remélem megpusztult, tehát nem ilyen. Nem rossz azért. Hát, az előtti. Szóval Zömi, mi a helyzet? Lehet, hogy megijedt az apa hangot, de sárnál. Na. Az is jó. Az direkt volt. Hát aki a piros pál meg, az megérdemel minden fájdalmat. De nincs így. True. Bálint, te mostantól csak vízbe leszel, nehogy meg legyél ütve cukorkával.
cukorkával verekszenek az embereim, most mondd meg. Nem szánalmas? De, hát akkor meg. Hopp, telefon nem akartam, na mindegy. Aranyóra. És most elviszek magammal. A telefont az vissza kéne vegyem, hol van a telefon? Történt Bálint, mesélsz róla? Én nem tudom, hát, a motorról. Tudod, hogy most jössz egy fegyverre. Nem veszed el a fegyvert? Nem, mert meg. Mentem vért adni, azt a srác meg elvitte a hullaházba. Én el akartam vele. Bazzegá van, mit csinálok? Hülye vagy, Dániel? Így. Ennyi, nem is kell több. De kurva jó vagy. Telefonom hol van? Hol vannak gyűjtve a telefonok? Ti látjátok a telefon, srácok, hogy én vagyok pak? Az egész nem látom a telefont. Segíts, ja, megvan. Megvan. Eladta a cross motoromat. Most meghalt. Visszakérdezek valamit. Milyen papírjaim vannak most? Kis Péter, jó, maradhat. Szia, Dani! Gyere ide! Nem tehetem, Bálint! Nem tehetem, tesó! Nem tehetem! Ne engem, ült meg! Hát de útba voltál, baszod! Visszük igát rám? Na mit menjünk? Gondolom nemzetét azt már rég vitték, mi? Ja, egy jó bő órája már vitték szerint. Kurva jó az a cross-motorkány is. Megyünk már a cross-motoros rablás. Nem tudunk egy motornál többet vinni. Megoldjuk. Én megengedem. Ez ki a faszom vagy te? Én? Ki nem? De menjünk már cross motorokkal. Mennyivel élvezetesebb már? Aha, sokkal. Főleg, hogy tél van. Én adnám. Engedélyt? Micsoda? Hát az a baj, hogy nekünk ilyen gyenge motorunk van. Ez kurva jó! Most jön, ahogy jössz ki, kecsgeci? Hát visszafele ugyanaz. Jó, megkérdezem, hogy mehetünk-e egyet, megkérdezem itt a felettesektől. Vágod, mint régen. Jó, itt parancsok! És azt, hogy nem engedi meg, szerintem. Ha nekünk megengedi, akkor meg másnak is meg kell engedni, érted? Most miért teszed le? Te büdös köcsög! És fingos. De kell csak, hogy nem tudsz állítani a hangerődön? Néha amúgy tök jó hangerőd van máskor. De miért? Vagyok, vagy mi? Igen, igen. Ha, olyan, mint nem is a izé hangszállalba beszélnél. Hát akkor... Hát... Megpróbálhatom. Egy picit a hangerőn, egy 5%-kal emeljél.
De hogy én nézem... Na, ja de? Most tényleg valamiért halka vagyok, intézem. Édes Istenem. Megtaláltam a problémát, így tökéletes, nem? Ha így van. Most hangos vagy. Jó, ez van. Akkor én is kiabálok a rádió, mint a kolompár. Sikítozom, akkor lejjebb veszem. Ehhez mit szólsz, ez így jó? Ez így fasza, ha így beszélek? Most jó. Nagyon jó, imádlak. Szuper, nagyon örülök. Nem jó, Kecs, nem jó. Jó, figyelj. Ne kiabálj, mert már szólásom van. Hát a rendőrnek a cross motorja, tudjátok, hogy megy? Csak szól. 240-et, majd tudom. De majd jól megszivatjuk őket. Így van, ez a legjobb szivatósabb emberek vagy. Megyünk első kanyarba, leesünk, le vagyunk sokkova, bevisznek, meg van oldva. Hát ez így gatya lesz. Lesz ez gatya, Dani. Jó, na, intézünk túlsz. Megkaptuk az engedélyt, vagy mi? Nem, még nem. Még meg ne intézés, nem ilyen túlsz. Így tárgyalok, hát az illetékesed. Mert így is úgy is rabolni fogunk, nem? Jogos. De ez nem tud úgy egy kerekezni, ez. Meghazudtoljuk a fizikát, bazd meg. Miről beszélsz? Tudod, nem fogok én így dolgozni, visszajövök, aztán ugratgatok, míg meg nem pusztulok. Egyet értek! Idióta Bálint! Te beszélsz! Én engedélyt kérdik a visszatúrásra is. Ó, itt a Dodge-om a víz alatt. Bocsánat, Dániel! Szegény most sír. Eddig még előre szaltunk, meg ilyenek? Na jó, durranhatunk, srácok! Mibe pusztult meg a Bálint? Rápróbált vinni a motoromra és meghalt. Durranhatunk akkor, Dani, minden faszal? Igen. Védd el gyorsba, aztán maximum vagy nem. Nem is értem. Nem mondtam, ne hülyéskedjetek. Így van, én ezt én is mondtam. Boldog karácsi marsal, és kösz szépen a izéket. Ez van. Én intézem, amit intézni kell. Akkor van rá engedélyünk? Volt. Jaj. Hú, basz meg. Amúgy csak mondom, Dani, hogy még ugye mi nekünk szarabb, nekik gyorsabban összetörik a motorjuk. Három ilyen nagyobb ugrás és összetört nekik az autójuk, vagy mi a motorjuk. Hát ez még összetörő is, megy 200-at, hülye.
ha kell intézni. Mondd még egyszer, Dani. Az övéki összetörve is megy 200-zal. De nem gyorsul fel olyan gyorsan. Ez ahhoz képest kurva jó gyorsul. Hajrá, kecs! Hajrá, kecs! Te rámenjek? Kolompár szerintem nem tudja, hogy jöttek Henning javítások a motorokra. A rendvédelemnek. Nincs vele tisztálva szerintem. Jaj. Az azért közel volt. HP az gatya. Melyik motorra mentetek? Honda XR300, XR-E3. Feltöltöm már magam gyorsan, okay. Mert ellesek vége. Ezért nem viszi be senki. Ja. Ja, azt mondom, hogy ez elég egyértelmű, hogy mi lesz ennek a rablásnak a végig kimenetele. Menjünk kicsit beszélgetni a rendvédelemmel. Na, van egy lelkes vállalkozó, aki az unokatestvéremnek, a bátyjának, az öcsének fog segíteni. A izét Bálint, azt valaki már elvitte izői kórházhoz? El akartam, én csak elszublimált és nem válaszol egyelőre. Szerintem ki? Kecs, mondj egy izét, egy számot. Na, érsz haver? Mármint az én számom? Ha? Igen. Pattanj fel. 2-1-6. Hát igen, de miért? Mi fasza, igen. Csak kocsival vagy, akkor kívánok. Itt van már izé kocsa, aztán oda viszi hozzá az Bálintot. Tessék? Jó, ja, köszönöm. Vigyétek el, hogy kórházba. 5 perc vagyok csak a városban. Akkor kapsz cash-t, na úgy, de... Nem kell nekem semmi. Nekem már van egy... Tessék? Mire menjünk, srácok? Ja, most beszélsz. Jó, bocs. Mit szeretnéd? Mire menjünk? Bolt. Arról volt, hogy motorozunk, nem? Vagy akkor most nem? Igen, de oda csak max 3 motor mehet, baszod. Kuban. Ja, hát akkor... Hozzatok 2 kártyát otthonról. Nálam már van. Akkor megyek egyeshez, jó? Ja. Hallod? Az a helyzet, hogy még elviszem bányt a kórházba, utána ott hagyom, visszajövök egy vasorér, és utána hát megint kórház, ja. És utána tudunk csak menni, jó? Ezek ilyen kis boltokban vannak, vagy mi? Digitáltanak be találod őket. Térképen látod ilyen lila kis boltot. Ilyen lila laptop. Viszont kívánom, Bakeszkám, viszont kívánom neked is. Kezem hogy teszem fel? Gondolsz Zoltánra. Oké, okay, köszönöm. Menjek be, vagy mi legyen? Menj be, jaj. Jöztök már? Ja. Zoltánon belül hol? Ja, bocs, akkor... Megvan. A Zoltánnak az ellenkezője. Ja, megvan, megvan. Tudom, de most nem jut eszembe név. Én tudom, hogy Y baszod. Csak nem akartam betűt mondani. Jaj, te. Nem tudjátok, hogy nagy RP-k mennek, bazd meg. Nem tűnik fel, hogy RP-zni próbálok? Egy dolgotok van. Nézni, és tanulni, és figyelni. De azt is el akarjátok nekem rontani. Az ötös bank az jó, skacok. Egyesnél vagyunk. Este jó, oké. Okay. Jaj, mutasd már jobbat. A útközepet. Mutasd meg, hogy kell akkor, Shadow. Á, van nálam. Oké.
gyerekek, meleg van. Átadtam neked a belévőket. Elmentem kajáé. Semmi baj, ma keszkám. Csókollak. Csak nem mondd meg az asszonynak. Neked kell kaja? Nem hallunk. Mert nem is beszélek, te basszú. Akkor szok ki. Ahogy akkor hozzak neked valamit, te hülye. Hozzá, nekem hozzá, persze. Nekem hozhatsz kaját, ura. Jó. Ha, de most az mi menünket árulják az új, izé, amit én csináltam utoljára, azt árulják, míg le nem jár? Igen. És erről nem kellett volna engem megkérdezni, hogy ezt én akarom-e? Hát, nem a tiéd, most már. Ja tényleg, mondta, hogy lehet fölbérel téged PP-re sem. Igen? Jó. Hajrá, mehet, és mennyiért? Nem, csak mondta azt, hogy megy rád ér, hogyha úgy van. Jó. Láttam, kipakoltam valakit még házrablás után, belenéztem a zsebébe, volt a zsebébe egy menü, most csak egy kép volt egy tálca kajáról, de úgy, hogy a tálca nem is látszott benne, hanem így az egész kép egy kaja volt. Mondom, az igen, ez jó finom menü. Most teljesen vagyok. Úristen, hogy mennek. Én nem is a rendvédelmtől félek inkább. Akkor elindulunk, átgázolnak rajtunk kettőnek. Tényleg, csatornázunk már egy kicsit. Ja, hát én menni fogok mindenféle, csak kanyargós utakon. Hát én olyan helyre fogok menni, a gettóba össze-vissza. Nekem is ez a telefon. Hát lebuktam akkor. A város központjában. Figyelj, hát, Vivien, ugye Viviennek hívják, jól emlékszek. Vagy nem Viviennek hívják? Az valaki másnak a nője volt. Na, jövünk. Gyerte. Megvan a motor, érkezünk, gondolom. Érkezünk, hova jöjjünk? Bálint, mondjuk mondhatnád, hogy egy kicsit legyen már halkom. Hova még viccesen? De jó! Dekesek vagy, Geci. Nézd a toxikus viselkedés. Miért vagy ilyen izé, ki? Kitaszító. Lej, szétbassam a fejed? Nem vagy csattam ki, bazd meg. Olyan kurva magas labda volt, hogy nem, nem akarok ütni. Most esni, Dániel! Te szeretnél kolompár. Olyan nem, úgy hallottam, én úgy hallottam. Nem, nem akarok. Na, gyász, megesz téged. Köszi szépen. Ja, még volt nálam aszprin. Anyját! Bálint mondt, hogy élsz még. Látlak, nem tudsz átverni. Élek meg. Na. Előbb leállítom. Jöne, Dani. 5.36. Ja, semmi baj, pihenni is kell néha. De ne ütögessetek azzal a izé cukorkával, ne ütögessetek, mint megpusztul valaki. Nem akarok. Na, kezdhetem törni akkor? Na, oké, igen. Neked kell még kaja? Csak négy motorra. Ah, igen. Valamelyiken ketten fognak hívni. Glide mögött, mert ő... Elkezdtem. Oké. Na jó, van, akkor nagyobb kaját. Na lássuk. Az úr és jobb és bal kezét. Rárakok egy vezetőszára. Ez nekem tényleg gátgyanús. Van olyan ember a városban, aki ezt nem tudja feltörni amúgy? Nem idegesítjük, hogy szándékosan nézzük őt. De ilyen. Arcomban van a tablet, szerinted zavar? Akkor egyfolytában beszélünk. Mondd neki, kaptunk rá engedőt. Na, mert lesz a szart. Dániel, kitől kaptunk? Úgy hivatkozz rá, hogy a robotgecitől. A robotgecitől. De mondd neki, csak négyel fogunk menni. Mondjad neki, nyugodjon meg, mert most az egyszer lesz csak. De mondd neki, ne okoskodjon.
Bazi, mi van velem? Ja, geci. Ja, ez. Bazd meg. Baszom, le vagyok ragadva, gyerekek. Katya. És nem jön ki senki. Vagy egy kis kétkeréktől fosnak. Hát de bazd meg, az se... 130-al megy a motorunk. Hát hozzanak már ki cross motort. Megszól a rendőr. Jó, ő el is ment. Erről van valakinek izéje? Felvétele? Kecs, neked van testkamerád erről? Hágeci, már faszom ki van, bazd meg. Már itt néha... Megfázott az anyád, fasza az. Kacs, aki közben kint volt is, ő is hallotta szerintem. Mert néha úgy érzem, hogy én addig fogom abúzálni, még egy normál csapat ki nem jön, és elkap minket. Mondtam neki, hogy jöjjön be, mint egyre jobban, sajnos. Nem tudom, engem utálnak, a frakciót utálják, nem tudom mi van. Új vizekre kell levezni. Új nézőket kell szerezni, stb. Stb. Biztos át kéne menni. Nem, az őszintén... Hogy miért ilyenek. Az őszintén dagom, hogy... Csak nem tudják, hogy ennyire jobbak a motorról, azt hiszik, hogy egy szar. Plusz a háromnegyed állományban lévő csapatnak meg sincs. Urán viselkedtél, Bálint, mi lesz veled? De érted, hó van, bazd. Tessék! Jó, mert csak egy pillanatos volt. Azt nem értem, mielőtt jön a városba, miért nem veri ki a faszát? Amúgy ez megoldás, Dániel. Hallod, ezt én is megfogadom tőled. Hát de bazd meg, tele vannak tesztoszteronnal, azt nincsen kiverve, érted? Jó magas fizetéssel itt is tíznek, vagy mi? Bocs, mábed. Te se sírhatsz, Szabá. Tudom. Én nem mondtam semmit. Bullyingol téged a kolompár, ne hagyd. Már egyszer leütött Candy-vel, szóval még jön egy fegyverrel, és itt mellő üldözésnek már... Miről beszélsz, Bálint? Szarul vezetnek, vagy valami, akkor egy... Mehetünk Dani tovább egy boltra. Úgyse fognak jönni. Jó, én nem megyek a faszom motorral, amúgy csak szólok. Várjuk meg, hozok egy kocsit, jó? Na akkor ennyi volt, srácok, vagy mi van? Hát, ennyi volt. Ennyi volt a motoros rablás. Hát igen, sajnos. Jó van, könnyű haszol. Gyere vissza. Ne menj el még túsz, hozok kocsit és viszem tovább a túszokat, kaptok még pénzt. Ja, akkor addig itt maradok. Hozok egy kocsit egy pillanat. Na megyek én is inkább autója. Én jöhetek motorra? Csinálsz, amit akarsz. Ne megyek a bázisra, hozok egy autót. Valaki azt mondja, hogy jönni fognak még vissza. Akkor álljunk oda és megverjük. Hát akkor próbáljuk. Megvárunk egy 5 percet és ha nem jönnek a rendőrök, akkor ezt aki mondta, hogy... Ez aki mondta, hogy jönnek még vissza, elverjük mi szódás a kibaszott lovát. Jó, oké, de kap egy kis ízé cukorpuszit is. Jövegy. Akkor még várunk picit? Így van, vár. Valakinél nincs mézes tea? De. Van nálam egy, benne, és akkor... Ja, nincs mellett buzi benne. Fel vagy költöd a Szibériásra. Na, köszönöm. Mert a főpubba nem tudok venni. Tessék. Hol vetted? Itt lehet venni egyet, ahol most jut a kollégám, ott ahol a szív van, meg egy szív van még kint a... Azért tisztelni fog. Kint palettában. Na, jó. Ja, mert nekem mindig a főpubba küldtek, de ott a nincs. Ja, ott nincs. Mondjad. Mondom, hozok neked egyet. Kösz. Mikor elmondod, hogy hol van, akkor... Köszöntöm. Érted, akkor hoztam volna én magamnak. Itt van publiknál szíveskénél. Jó. Most mit tibegálsz? Biztos. Hát kitaposom a seggemmel a helyet, ahol a rendőrnek az arca fog kerülni, ha nem jönnek ki a rablásra. Még Dániel sem láttam itt tibegálni, soha bazdmeg. Pedig sokszor tibegelek amúgy. Akkor én is jövök. Nézd meg, mennyire szeretlek. 5.36-ra kérek 10 darabot. Hoztam neked egy... Milyen 10 darabot? Kapsz egyet? 300 dodó így is.
Meg akarok dobni valakit, aki nem hozzánk tartozik. Menj be a túszt! Ott! Öt! Kit? Öt. Vagy kit? Öt. Szef, figyelj ide, én hozzám tartozom! Buzi, gyere! Nem arra akartam, nem kurva arra Isten akartam. Meg, boss! Na most, na most, na most! Na. Hogy vagy? Milyen napod van? Ne üdögessél már boxerre, abjával! Itt felejtettem, na. Tehát fel egy kicsit a kezed, mert nem működik a zsebem, bazd meg. Hát így jártál, buzi gyerek! Majd Bálint fölteszi neked a kezed. A kezeket fel! A kezed, a kezed, a kezedet fel! Teszek rá egy bilincset, meg egy... Hú, de rossz az. Vonószárat, hogy ne tudjon elmenekülni előlem. Minden oké, és lehet. Miért van nálad fegyvertesicska? Melyet hoztam? Minden oké, és... Szóval miért? Csak kérdezem. Mert ő... Igen? És már hiányzik. Vedd fel a kalapom, kis csicska. Mindjárt gondoltam. Tedd fel vissza a fejemre a kalapomat? Tessék, nem hallom, Dani, nem hallom, tessék. Na, ügyes vagy, így nem fog sírni, Dani. Grinyó, azt gondolod még mindig, hogy ki fog jönni a rendvédelem? Ott egy autó, amit meg lehet dobni. De nem erre jön, bazzik. Ilyettek motorosok. Már mentek is. Szerintem nem tudják amúgy, hogy a cross motorjuk jobb. Az lehet, Dani? Ez mi vagyunk, nem? Mi Veszpucsi vagyunk. Nekem nagyon szar itt a szar. Neked csak özdél, neked is? Jó, mehetünk srácok. Menjünk a faszomba, hozok kocsit, mindjárt jövök. Jó. Jaj, benne bassz a fejed. Akkor menjünk haza, akkor kevér. De akkor az én motoromat hagyjátok már itt, mert valakinek itt van bezárva. Az mit, én is megyek klubkebbel, geci. Lesz hely már kolompár úr. Akkor én meg jövök izé a Golf 4-emmel. Igazából ez csak két személyes. Nem baj be. Kolompár belül majd a glide-ékhoz. Nem. Biztos, hogy nem ülök be ahhoz a gyászhoz. Először rohadok meg, mint hogy beüljek mellé. Azt szia, Glide Shadow, itt vagy? Addig elulok egy kutat. Hallod, Glide? Elviszed a túszokat? Mert hazaviszem addig a szajrét. Ja. Hova menjünk? Ott van még egy túsz. Hogy gyere, üj be, haver. Valami boltot. Ígértem neked cash-t, mondjad már számra számot, új gyerek. Hát de kelleni fog neked, hidd el a hosszú távon. Nem kell semmi. Nem lesz hosszú táv. Csak most van egy kis idő. Ja, értem, jó. Még annyira éltem volna egy cross motorra. Ki érdekli ugye rádió, hogy hol mennek a srácok? Á, én is szétadtam. Olyan taktik... Olyan taktikáim lettek volna. Srácok, kövi cél, meséljetek. Mi? Na mi a kövi cél, bazd meg? Hol? Több mondtam el. Amúgy most le... Micsoda? Ja, semmi. Mondjani. Mondjuk amúgy, hogyha lehet, akkor ne kabriót hozzatok kis kacok. Mi a faszom érjön ez utánam? De amúgy kompárt te is hozzá, akkor már túl sokkal leszünk. Szarom le! De hát mi hárman leszünk.
jön a Dani a golfal, mi leszünk ketten egy gyerkeccsel, és lesz a glide a dodge-al. A glide az veled megy? Bátrületek valóban. Ja. Na jó van, te tudod akkor. Szegény golf, hogy összement, bazd meg. Azt a kurva. De durva. Harry, uram. Tessék? Tessék. Így mi a fasz? Azt a kurva. Mi van? Mi a terv? Köcsögök. Jövök érted, ketchup. Nem, 536-os a számos számom. 7500 dollár javítás. Mondjátok, hogy hol van. Figyelj, volt az zárt, hiszen semmi. Most itt korlát. Ja, semmi baj, akkor szia. Ja. Tökéletes. Azt szerintem most vissza. Én is téged. Menjünk ki legkeletibbre, kecsi. Jó, akkor legkeletibbre. Igen. Vagy hogy bírja TDI, látjátok? 79 TDI forever. Legstrap a bíró járgány. Egy túlszer cserébe mindenféleképpen azt kell kérni, hogy Crown Victoriákkal jöjjenek utánunk. Még több mint valószínűleg el lesz utasítva, csak akkor is. Hát, egy próbáld meg. Victoria, úgy fogják feldobni. De fixen figyeld meg. Megvárjuk, míg a törlés véget ér. Milyen napotok volt, srácok, meséljetek? Misán, tudtok valami ízes pletykát? Valami kis pletyit, amiről érdemes beszélni? Meséljetek valamit. Kibaszott meg, kit? Kimászott fel, kinek a hátán, stb. Meséljetek valamit. Mi történt itt a mindennapokban? Tudtok valamit? Zárva van? Csukva van? Nem tudom, most érünk ki. A miénk a szitu. Itt várunk. Kis türelmet kérek. Az van, az van. Hozok még két kártyát utána, hogyha lenne valami. Na, viselkedjetek. Kitisztult a hangom, figyeld? Csak köhögni kellett, baszod. Minden megoldódik. Nem kell. Jó, több ilyet. Gyorsban megszereljük a kocsit. Készen álljon a harcra. Majd útközben meg kéne állni, venni kannát is legalább. Biztonság kedvéért.
viszont az enyémben megyünk. Az full tuningos, meg mindenféle okay, fiszom. Bálint? Folyamíts meg. Az a helyzet, hogy majd egy darab klub kebbe tömörülünk bele, jó? Oké. Okay. Ne szopass már, mit mész? Hadd fotózzam már ki. Már nagyon hiányzol nekünk, Dani. Sír a kolompár. Már áll a fasz... Ja, igen, nagyon hiányzol. Ha. Már nagyon várjuk, hogy itt legyél. Mikor tudsz ide? Gyere már, bazd meg. Igyekezzé, faszom. Esküszöm, imádom, hogy kinézed a kocsi, bazd meg. Sok... Sok amerikai kocsi között igazi tünemény. Danielito, mi amor? Hát nem látok a térképen, hogy hol vagyok, bazd meg. Én most néztem meg, és el is kezdem a boltot, úgyhogy ne ütközz meg, semmit ne csinálj, mert nem érsz ide. Na, amint felfordult, elkezdtem. Azért úgy csúszik. Mondom, ne ütközz! Nem ütköztem, csak látom egy tök érdekes állatot, azt megnéztem közelebbről. Ja, jó, akkor semmi. Csináltam róla képet az Instámra. Menjél visszaért, aztán hozd le vasavának. Én voltam, hozzám. Téged rakjon ki a halál az Instára. Miért? Tesó, Mitri! Tesó! Üdvözletem az úrnak. Dobja szerű ládát, azt megszerettem magadnak, faszopó. Elvédett, hogy köcsögnek kell egy ilyen kis csicska. Pontos! Vagy Dani is, hogy nyílt a motorháztető, csak nem lesz baj, csak nem fog beállni az autó, nem? Dani, vagy nincs hangja annak, hogy megütöm. Hallod? Te hallod, de... amikor megütöm a kocsit? De igen. Most hallottam én is. És be is törött az üveg! Na, hogy? ennyi faszopó! Nálam nem történt semmi, szóval nem zavar. Vagy a szélvédő jött befelé. Ha-ha, pagyoskodj, buzi gyerek! Menekülj! Jó, tekó! Jó!
Jaj. Most fejreálltál a csiska. Kapd el a boxert és úgy üsd le. Kezdj előtt itt a... Megérdemli. Ja mi? Várj egy percet, valami ki akarok. Úszol, bazink. Na, a fény felé menjél, baszod, maradjál itt a földön. Na, ütöge. Passzopó. Mondom, hogy itt... Ja, fasz. Ász kurva. Na, mit üzentél nekem? Keci. A csicska. Ez, várj, ez rendőr? Ő rendőr, csak katonai. Szép, jó napot, befáradnának a boltba. Persze, csak... Ide adnád a teámat? Megfasztom, geci. Adom, persze. Tessék. Én is, hagyj kérdezem már meg erre a boltra, lett végül gobolva, vagy nem? Nem lehet, nem. De ne is foglalkoztok vele, csak rendőr jöjjön. Jó. Én nagyon szívesen kiárok hozzátok. Meg a izé, meg ehhez a kocsikhoz való rendőröket is kéne szerezni. Mondjuk én a hangjához. Szerintem az már több kevesebb sikerrel fog menni, hogy még szerezzünk rendőrt. Hát azért próbáljátok meg hát, ha. Nagyon tetszik. Ha annyira nincs jó hírnevetek, hogy kijárjanak. Dani, add már meg neki. Ez nagyon jó. Nem szeretnek titeket. Éppen erről is tehet. Hát jó. Milyen kérdés. Dani, mondd már, add már meg neki a számom. Aja, hölgyem, a baseball kalapos meg aki szeret ilyent ismerni. Jaj, csudi jó. Egy pillanat írok DPS-be, hát kijön valaki. Jó van, kérje a két Viktóriát. Adod neki a hát számot, ez az igazság. Sajnos. Elkapó. Add meg meg neki a számom. Dórinak hívják? Nagyon jó. És van párja? Macskó. Ezt tőled kérdezem. Mit csinálsz? De akarsz tőle valamit, faszomban. Akkor beszélj-e vele. Ja, legyél már férfi, bazd meg. De nem merek. Jó. Glide, akkor intéz nekem, te sok. Na, ezek utána, hogy viselked. Intézzen neked a tehén, bazd meg. De akkor a kurva anyád. Igen. Túzi. Dani, barátom, egyetlen tesz kérem. Én fel fog mondani a PSB-ből. Mert? Miattam nem jön neki biztos a rablása. Ja, amúgy te szerintem, hogy a hibás. A Rockyék miatt nem. figyelj, de nem is értem. Most azért nem. Gondolkodjunk már el ezen. Nem szereled meg amúgy a Volkswagen-et, Dani? Milyen nagyon össze van törő? Kurvára nálam. Hát nálatok, nem nálam. Én nem ezt akartam, na mindegy, megtankoljuk még egyszer a teletankot. Látod, hogy ez kijön hozzánk szívesen. A srác az megmondta, hogy jaj, őket ismerem. Így mondta. Jó, hát most mit csinálják vele? De amúgy a hölgy azt mondta, hogy szeretne velünk majd tárgyalni, úgyhogy hajrá, Kolompár. Ja, tárgyalj vele. Jó, oké. Egy túlsz telefonszám. Csak ne legyek. Durranj rá. Jó. Egy túlszékérd a telefonszámát. Oké. Ha jól láttam ma amúgy Kolompár, hogy te egy másik városban voltál? Igen, jól láttad. Lehet, én is át fogok oda nézni. Ja, hogyne, a sajátomban voltam. Oda nézhetsz. Ja, bazd meg. Ismerős volt a sebességmérő óra. Ja. Milyen szépen beszél a hölgy. Esküszöm, nekem nagyon tetszik, hallod. Hallod? Figyelj. Esküszöm, látom.
figyelj oda. Ötöten vannak szolgálatban, és két rendőr van szint vitt. Hát én megteszem, de hát... Terv megbukott. Tövettem. Ő az az úr, aki meg szeretné önt ismerni. Csudi, jó. Elég szánalmas. Ember próbál találni. És akkor miért zavarod? Hát nem tudom. Kolompár mászik, mert izé fél a csajoktól, aztán el akarja kérni a talusszámát. Ez milyen hódolási módszer? Ja, ezt szerintem azért megy végig hasonlva, mert áll a fasz, azt nem akar írásnak. Ja, és akkor belevágja a hóba. És akkor éppen hűtöd magad a szituációt? Én az előbb szarni voltam, annyira pont kipakoltam a széfet is. Nagyon boldog voltam, képzeld el. Dehogy is. TikTok videó. Rossz különben nem történt meg. Én rossz csont vagyok. Harrrr. De viszont én odaadom a pénzt Daninak, hogy izgalmas legyen. Az összes pénzt odaadom neked, hogy izgalmas legyen az üldözés, jó? De ne neki add a glide. Ja, adjam Glide-nak, akkor adom neked, jó, az összeset. Tessék. Még odaadom ezt is. A pendrive-ot meg odaadom a rendőröknek. Csia. Jó napot. Itt van egy pendrive, mi nem szeretjük az ilyeneket. Na öregem. Én tényleg elgondolkoztam azon, hogy beállok mentősnek és a rendvédelmiseknek nem fog segíteni. Amúgy ez jó ötlet. Csak az a baj, hogy van ott... ideiglenes mentősnek embereket, igaz, Kecs? Ja, én mentem volna, csak nem volt szimpatikus a főnökük. Eléggé megvárattatott. Hát de most figyelj már, most egyáltalán vezeti valaki, érted? Vagy csak rajta van azt? Van valami nő, nem? Igen. A vizibizi, vagy mi az, a tököm? De attól én megőrülök. Hát ez nagyon keményen tolja. Hát de nincs mentős. Fú, baszki. Nehogy már még izé... Egyetértek, fú, baszki. Nyavajogjanak. Azt még a Bálint is felszedni, olyan nagy kapacitása van. Mi a bajod? Tényleg, nélküle elgondolkodtam ja, nem azon, te Bálint, másik, nem te. A másik városban lévő Bálint, igen, így igen. Van. Amúgy róla van szó. Bálint 2000-nek. Itt hagyjuk a frakit, nem fogyasszuk, nem meg semmi. Csak lekérjük magunkról a rangot és megyünk mentősnek. Egy hónapra, kettőre megnézzük milyen. De nagyon gyenge, nézd meg, mint egy kislány. Akkor ugyan már a faszomba? Hogy kidodzsoltam ma ne? Bepróbáltak normálisan viselkedni? Igen. Azért mondom. Ne beszélj vele, hagyjad még, nem de komoly. Nem. Most mit pangol? Csak így... ilyen izé... Próbálj meg normálisan viselkedni. Elábrándozok rajta, tudod? Ha megdobjuk a rendvédelmet, akkor ők is utálni fognak minket. Igen van. Szóval ne dobálgass őket. Jó, jó. Szerintem hagyjuk itt őket, üljünk be a kocsikba, aztán hajtás van. Hogy tudod mit? Na. Én ezután menni fogok rablásokra, és direkt zavarni fogom a rendvédelem munkáját. Tényleg, amúgy, Daniel, képzeld el, hogy Bálinttal kipróbáltuk a boltrablás, hogy mi történik, ha nem kérünk szabad utat. És mi történt? Kimentünk Kályóra. Nem, ez nem ilyen egyszerű. Hívtak egy angyalkát és megkérték, hogy hadd rakjanak le 10 millió szöges, és 10 millió szöges lepakoltak oda a gettóboltot raboltuk, ott a ruhabolt, meg aha, a striptease klub mellett. Lepakoltak tele minden szögessel, kikerültük, aztán ugyanúgy három felszólítás, meg minden. Akkor ne kérjünk! Hát nem rosszból, még attól még, hogy kihívnak, nem tudta az, akit kihívtak, hogy egy sima kocsiba egy szöges, egy terepjáróban két szöges fér? Fogalmas volt róla, és fúra volt pakolva minden út, tehát egy Dani, az utolsó szabály kívülni. Az úgy van, hogy egy személynél két szöges, és tök mindegy kocsiba van, de... Most akkor is rakhatják tele.
Na mondjuk... És gondolj, hogy kint van, akkor 10 ember van kint egy rabláson, akkor 20 szöges. Ha 5 ember van kint egy rabláson, akkor az 10 szöges. Számolj, Dani. És 10 szöges mire elég szerinted? Volt kint 3 darab. Ez nem az elég izé. Nem az egész, hogy hívják azt az utcát? Grocery. Nem az egész, nem lehet lezárni az egész grocery boltot 10 szögesen. Hát ja, blokkáda le lehet. Na, ott került a dolog, hogy volt kint 3 darab sportautó, és egyetlen egy terepjáró. Magyarán csak 5 darab szögest használhattak volna föl, és csak a főpublik felé 5 darab szöges minimum le volt téve, Striptease klubnak a utcájában meg 6 minimum, szóval... Az egészet fúra pakolták az a lényeg, de persze nem cseszekedtünk, hát így is úgy is elmenekültünk, úgyhogy... Hát lehet utoljára már úgy van. Te vagy a legjobb. Jó, viszont hogyha lerak 2 szögest, akkor már beton nem használhat. Hogy van ez? 2 szöges is, meg 2 beton is? Hogy van? Hát 2 beton, 1 szöges. Hol tárolja? 2 beton, 1 szöges. Ha tisztézi Dr. Strange-be, az meg másik dimenzióba tárolja a cuccokat. Hát tesó, kell. Na, de legalább tárgyalni jönne be valamelyik, ha már... Legalább még várnak hát, ha kijön valaki, de nincs annyi remények. Üljünk be a kocsiba, azt menjünk el. Igen, hogy ő nekik is meglegyen a véleménye. Így van. Az kell, csak örüljünk, hogy ők legalább itt vannak, vore. Azt nem értem, hogy a többinek mi a szarom baja van. Sírnak picit. Azt, hogy utálnak minket. De mi a reason, érted? Mi az ok? Mert én Nakecs vagyok. Ő a kolompár, ő meg a Dani. Ő meg a Bálint. Így van. Elkapni jó, büdösek vagytok, értem. Ennyi, hogy nem tudnak elkapni? Elkapni nem tudnak, ha meg elkapnak, akkor adok nekik olyan kihallgatást, jó, hogy nem is ők kérdeznek, hanem én kérdezek. Remélem mind a 3 autó a klubkebre jön majd. Én is rögtözöm benne. Ezt jól megcsinálták, Mare. Öregem, bazzák. Én komolyan mondom, ezt a hisztét köszönöm. Én azért a 2 autóért fogok kérni 2 Crown Victoriát, és lesz a... De szabad utat viszont nem kérünk. Viszont a 2 darab túszért most kéne azt kérni, hogy az autókat cseréljük ki. Így van, így van, egyet értem. Ha érkeznek lassan. Júj, te zsó, ennyi! Le van hozzá. Glide, adod a dönőnek a pénzt most. Nyomok egy tabu. Ki jön velem? Szarrá akadok. Senki. Hát ha úgy van, jövök veled. Jövök jó, veled. Oké, akkor Bálint megy veled. Bálint a faszomba már. Ne nekem vagy, Bálintnak adjad. Bálintnak adjad. Mi a számod? Kecső vagyunk 649. Csak a Charger-el kimegy? Azért ne rinyálják kolompár. A Glide Shadow. Mi van? Glide, geci. Ja, jó. A Bonnie-nak a testvére. Ja nem, a szerelme, bocsi. Csak azért miért kapcsolatban ne rinyáljál. Mi van? Nem akart sem aktartó. A Bonnie-nak. Bonnie-nak? Ki a geci az? Ja. Hát a Bonnie és Clyde van a Bonnie. Ja, Istenem, bazd meg. Érszem. Te kajánom, hogy ennyi észre hogy vagy szabadlában? Nem tudom. Sziasztok. Szia. Csokolom. Kell a hölgynek a telefonszáma? Igen. Hát ezt már tudok megkapni. A testén keresztül kapod meg, hallod? Figyeljen ide, uram! Adunk ilyenbe 2 toast. Összeboxolok, összeboxolok. Haló, jön valaki tárgyalni, uram? Tisztelettel. Majd jön, igen. Szerintem pont maga a hölgy. Maga esetleg a hölgyek a párja? Nem. Hát akkor tudom, mit rontod itt a levegőt, amúgy keresd ja, meg. Ja nem, hogy én hívtam ide, hogy beszélgessünk is, hogy még ilyen a tárgyaló. Ja? Ne haragudjon. Nem tudtam. Na, ugye, követeljetünk veled is. Van pár? Gyere már fel addig 8-as rádióra, te meg... És kicsoda? Pofázzak neked, azt nem hallod. 8-asra, jaktrablás, na jó akkor. Kicsoda? Na, szóval mi volt a kérdés? Jaktrablás hát ki, hogy kicsoda a párja a hölgynek? Hát... Én. Jöjjön én ide, ismerem. Én boxolok vele. Kihívom egy 1v1 izé boxrit. Nagyon erősen elhitted. Tudja, hogy a Tóri már boxolni akarnak, érted? De na, ne többes számba beszélj. Ne többes számba. Ő akar boxolni. Na szép, jó napot szeretnék bejönni tárgyalni. Lehetséges? Bocsán. Persze, de... magának. Szó nélkül. Engedély nélkül. Köszönöm szépen, várjanak egy csúszkaláv. Menjünk. Szóval, megkérdeztem, hogy kivel fogok tárgyalni. Én megtörlöm. Egy te büdös szájúval. Rendben, akkor szépen fel is mutatnám itt a jelvényemet. Marcelin Fox vagyok, a STF-től. Ja. Párvelés. Fekete légy is számom? Ó, már az... Mit csinálsz? Az... Nekem ennek hosszú van már.
Zavarva vagyunk, hallott kolompár. Szóval, erő úton vagy. Ma leszek ma az önök túsztárgyalója. Jó. Geri, esetleg menj már el innen, meg kimegyek, azt nyakon lőlek. Gyere, gyere! Jó, ez egy komoly fenyegetés. Azt vártam, hogy azt fogja mondani, hogy gyere, gyere, tedd a számba. Erre számítottam, de az lemaradt. Na szóval, hölgyem, tessék csak megnézni, én fogok oda tárgyalni, itt van ez a két darab. Jaj. Tusz. Jó napot, én ja. is. Jó, akkor három darab tusz. Nem kettő. Ja, én nem. Kettő. Ja, elfelejtettem, bocsánat. Ez most nem az. Nem csak úgy néz, mint egy kanadai favágó, aki gyászol, elnézést. Kettő darab agyas tusz rendelkeznek, a tuszok rendben vannak. Figyelj már, ki igen. Az a csaj, az új csaj a kolompának? A másik úr? Kolompának ja. Csaja, ábúzik. Jó, ő meditál, akkor biztos rendben van. Szerintem fix. Ezt rendben, ja. Akkor lerádióznám. A kolompár összeszed egy ilyen csajt. Az meg, felmondok, érted? De kolompár buzi, nem? Nekem azt mondta. Ezt mondta nekem. Uram. Hát nekem fotofotosan ja, se kell. Uram, lerádiózhatom? Ja, csak nyugodtan. Túszterjeló keresi az akcióparancsnokot. Adjatok jeget. De várjál, tehát az IC csávója, az OC csávója is, aki megsértődött arra, hogy valaki nyúlt rá. Hajrá. Jég. Köszi, már sokkal jobb. De nem már, fejezzétek már be, léci. Így jobb, oké. Köszi. Mi ez a több eszem? Nem tudom. Én nem tudom elképzelni, hogy hogyan reagálnák erre amúgy. Kettő darab agyas túszsal rendelkeznek. Megkezdem a tárgyalást. El tudom képzelni. Hallgattam a kéréseket. Jó, akkor hallgass a kéréseket. Figyeljen, egy darab túlszért szeretnék azt a bolidot kicsit. Kusoljál már. Mi szeretnének a bolidommal? Hát azt a bolidot lecserélni egy Crown Victoriára. Hát jó, de gondolom... Nekem nincsen Victoriám. Dori vagy Dori? De még jön neki Victoriával. Biztos felnőtt lány, nem? Elméletleg jön neki kivárosival, ezt tudja maga menedzselni az ilyen szituációkat. Most emiatt, hogy a csávója... Meg amúgy én vezettem a bolidot, ne nézzétek már, hogy tudok az éve. Jó, akkor magát fixen tudom elküldeni. Akkor a érzét az alul... Hallgassatok már a rádión! Jó, én is hallgatok. Jó. Megadom magam! Ne bánts! Adjátok a mosnivalót! Adjátok a mosnivalót! Megyek a konyhába, mosom a tányérokat, csak ne bánts! Na, szóval egy Mustang fog érkezni. Visszajöhetek? A Mustang helyére szeretnék egy Crown Victoriát, mindenféle. Na, a Mustang helyére szeretnének egy Victoriát. Egy darab ne is indulj el, egy darab túszér. Szia, Benedek, szió? Így van. Ja, mondd valamit a neve, láttam őt már a beszélgetőben. Nagy fába váltott, vágtad a fejszédet. Még az a baj, van egy néhány pszichó. Nem megy csak az autón, csak szóval. Elfogadták. Akkor jó. Itt a... Izé, figyelj, hogy hívnak, bizé. Az, ott, igen? Fekete. Te ott cipőbe. Piros cipőbe. Miért nem mind a kettőn cipő van, te gyász? Te ott cipőbe. Azt kurva. Még a pirosat akarod? Viszem a pirosat neked. Itt, ott. Tessék, igen. Ide lehajezom kiviszi a hölgyelé, mint egy macskát. Köszönöm szépen, uram, itt van? Itt vagyok, igen. Akkor feltennél, légy szíves, és kezdj. Ide jövök, elkezdem fentről lefelé átkötetni az úr ruházatát. Nem találok semmilyen illegális dolgot az úrnál. Elmehet, elhagyhatja a helyszínt. Ez engem is engedem az első túszt. Lehetek én is túszt, és átnéz engem is? Persze, bármikor. Én is akarok így átnézve lenni. A slitzeret azért húz már fel legalább. Jó, maradjál. Ezen nincs is sliszt egy ászat. Maradjál már reggel torkú. Na, azért megnézted. Na, hallgatom a szóval következő kérdést. Meg, amúgy tényleg. Egy darab túlszért szeretném azt kérni, hogy ne legyen szabadod. Jó, rendben, rácsekkoltam, hogy biztos. Egy darab túlszért szeretnék azt kérni, hogy ne legyen szabadod. Biztos tréning, drága geci. Istenem. Atyit kérdeztek, mi van? Hát ezt én is hallottam, kurva jó. Te lerakják szögessel akkor. Megadták. Jó, akkor viszont nem, azért szögezik. Nem rakhatjátok le szögessel tele, csak annyi szögest rakhattok le, ahány autó van kint. Plusz kettő. Nem, terepjárónál, terepjáróra lehet kettőt kirakni. Ennyi, látod? Egy ilyen sima autóra pedig egyet. Rendben. Hát végül is beraknak izé... Hárommal zárhatjátok le. Hálint. Körbe rakják a kocsikat, figyelj meg. Nem, az elkövető autók néz, számát néz. Kell nézni. Ez nem úgy néz ki, mint a hölgy. Muti.
A másik elkövető az így... Simán lehet, ez tényleg a sérült. Melyik elkövető? Rohadjak meg, ha nem. Ő így volt, nincs. Találtam. Itt vagyok. Kicsoda? A másik elkövető. Mi volt itt vagyok. Mindenki itt van. Vannak. Én bármit elkövetem. De ő nem elkövető, ő túsz. Ja! Ő túsz. Kicsit fáradt vagyok. Szóval túsz úr. Akkor azért ilyen vörös a szeme is, be van első, mert fáradt. Így van, így van. Vagy ez csak smink? 24 órás szolgálat. Nem egyébként. Csak kicsit sokat dolgozok. Na itt az úr az itt van, vagy elment meditálni? Mindkettő. Na hát akkor én. Azt figyeljük. Jó, hogy most tőle kérdezte, nem rám mutatott? Igen. Ide jövök, elkezdem megbilincselni. Az urat hátrahúzom a jobb és bal kezét. Hú, de jó. Ez kész BDSM. Szépen fentről lefelé állt. Nézzétek, csak a BDSM ingyen, srácok. Vegyétek videóra. Nem tudom, hogy az úrnál semmi. Ezt felrakjuk, komoly pénz lesz belőle. Az ajtót bezárom, hogy nem tudjon menni. Szólok, hogy nem kell ahhoz főtenni a kezét, hogy megbilincselni, hogy átkutassa, csak úgy szólok. Nem baj, én így elvesztem. Hoppá! Mondtam én, hogy vannak itt érdekes dolgok. Hölgyem, adjassuk meg a telefonszámmal! Ne menj ki! Jó. Bocsi, csak utána. Ne izgulj már fel ennyire, bazzeg. Mennyibe kerül ez a szó? Hölgyem, én is szeretem, hogyha fáj, tisztelettel. K betű. Kámin, Kámán. Kolompár, meneküljél hátrafele. Tisztában vagytok a szabályokkal? Tisztában esetleg nem szeretne megbilincselni? Nem. De nagyon szívesen, hogyha elkapjuk, akkor nagyon szívesen megbilincselem. Dani kedvenc jó, számom? Jó, akkor elkaphat, megengedem. Jó, nekem jó, rendben. 536. Köszönöm szépen. Na, egyébként, hogyha 350 méteren belül lefordultak, akkor ugye de automatikusan... De nem kértünk! De miről beszél? Nem kértetek szabad utat. Arra megyünk, amire akarunk. Nem kértetek szabad? Ez volt. És én is túsz vagyok, engem már tetszik nézni. Basszus, a kocsik elé letették a szögest. A kocsik elé letették. És ugye nem tudsz talán, igaz? Pont a Volkswagen elé? Das autó elé rakták? Jaj. Charger elé is lerakták. Jaj. Na, hölgyem, akkor mehetünk? Tisztelettel. Elindulhatunk az elkövetőkkel ki a boltba. Épp kérni akartam, hogy így ide rakják ezeket. Elindulhatok kifelé a boltból? Jaj, oda rakták a szögeseket. Cirmi még szeretné lerakni a szöges, csak nem sikerül. Nyugodtan. Ha kell, mi segíthetünk. Cirmi. Miau. Tudom. De miről beszél? Lerakta. Három. Jó, lent van? Mehetünk? Lent van. Na, mehetünk. Jó, gyere kecs! Gyere! Én vezetem? Nem. Vagy te... amúgy... Nyugi, várja. Mert nagyon kényes, mert ma menstruációja volt. Na. Tulass már hátrébb. Ja. Még ne? Nehogy még nem kell. Most így. Szép jó napot, nincsen szabadul, nem kértek. Hát, csak az a baj, hogy ebből csak másik probléma lesz. Én te vagy a Chargerrel? Menjelj, bátyó! Tört ki! Menj át rajta a gecibe! Úgy. Assz a kurva. Kecs rajtok vannak? Valóda! Csak a felesleges volt a Viktor. Rajtunk van a kettő Vik. Kicsúszott egyik, másik is. Meg vagyunk. Hát. Szép. Az jó. És elve... Elment a bolthoz. Thank you.
próbáltam beleilleszkedni a környezetbe, geci. Nem sikerült. Csak a vigyázz. Nem tudom. Ez köcsög, ez köcsög! Ismételten felszólítom, hogy állítsa le a gépjárművel, most azonnal. Én felettel jelentem a rajzsit elhúzték. Azt a kurva rendvédelem. Még hova? Nem verjem meg. Azt a rohadt. Mindjárt bejelölöm neked, ide menjünk. Bocsi! Léciós lenni jelölésem, egy házrablást akarok megindni. Dániel, tartsd a távolságot, légy szíves! Fazni, én már füstölök. Csak az komoly, te a diéd meg lefüstölve és gyorsabban megy. Geci mindegyik rá. Köszi, köszi, köszi. Bazzik, az Audival jön ránk, ez hülye, bazd meg? Még jó, hogy edzettem. Fogok tudni futni. Ne. Csokkoljátok le. Na jó, nem meg vagyok. Hát a sobiket még itt üldözni. Utánunk a csajon, úgyhogy... Én már várom, hogy megbilincseljenek. Hát már én is, társó. Azt ugye gondoltam. Hajrá, srácok! Álljon meg, uram! Itt fut kifelé, kiugrik kerítése. Jó, hogy nem már 80 méterről akar sokkolni, geci. Kedves uram, kint tényleg van a lába. Megtalálta? Hogy a faszomba? Kint van a lába, kedves uram. Geci, magától felállt a kibaszott karakterem, geci. Fasz ki van. Valaki nem akar eljönni, értem el, ki pirosba garasodtam Dani mellett. Mesterbe visz legendát. Hogy itt két percet is megyek, érted? Jajjik! Addig beült menj bakarba. Ja, csak meg kell mennem pillanat. Hála jó Istennek, hogy edzettem, geci. Nem adom legalább könnyen magam, érted?
Nem adom könnyen magam, srácok. Ez kurva élet. Na, indulok hozzád. Nálam lesz a pénz, szóval én meg vagyunk, mert azt a pénz meg... Na, bokorba kijönni most. A riflet mi lehet? Na, jön meg. Megy visszafelé a buzont. Mégsem. Azt mondja, mégsem. Geci, de hogy tudják, bazd meg? Mi a fasz? Nagyon komolyan tolják a srácok. Azt mondod? Meddig futunk még? Ameddig kell? Jó. Magának nincs sokkolója, vagy mi van? Nem, nem éles van. Szomorú. Ugye? Meg kéne állni. Sajnos ezt a fegyvert használni fogom. Na hajrá! Nyugi, nekem még fullas. Na, megállunk. Ezt azért ne sokkal le, mert leesik akkor annak hát, kampet. Hát akkor hogyan állítsam meg? Idejövök, megragadom az úrnak a kezét, megállítom. Jó, hogy mi vagy te már? Dr. Strange? Geci, ez mi, maga mit használ, hogy így fut? Ne haragudjon már. Én? Igen. Na, Geci. Random meg pár. Milyen futás is stílusa van az úrnak? Stamina. Hát nekem is maxon van. Hát ez szopás. A bozzont megjött. Nem mondom. Itt az egon, te szokkolodok a lefogászni. Hát igen. Jaj, szolgáltad is. Futok! Ráállítok az Pici, hogy elfutott milyen? Mellette? Mi a fasz? Tét darálod a gyereket! Mit használnak ezek, hogy így futnak? Aha, mondjuk megérdem, de... Basz meg négy lyukas, tényleg nem szabad vele menni. Az jó, mibe is mondják rá, jó, nem! Én az autóval már nem mentem. Már futva vagyok. De nem, nálam. Elnessél. Mindjárt ott vagyok a ruhaboltán, átöltözök és ott fogok sétálgatni mellettük egy centre és irritálom őket, hogy a hangomat megismerik, de nem ismerhetnek fel. Hát nekem is van staminám, baszod. Edzettem direkt rá. Jó, hogy felkészültem búváruhával, baszod. Még élsz? Elkapított. Így lábra ne álljál. Erősen? Ja, de nem avatkozhatok be, ha elmel. Istenem. Most indul autóval egy hölgy. Íh, van ruhája a buzinak. Azt a rohadt. Van neki ruhája, figyel. Csávó meg kérdezte rádión az engedélyt, hogy rám lőhet egy geci vágod. A háttérbe. Mondtam, hogy a kocsiba hátra a nézni? Jó, mindenki más megmenekült amúgy? Mindenki rá? A pénz meg. Danit még szerintem üldözött.
de a pénz megvan. Ott van Bálintnál. A kolompár látom, hogy egy zöld színű rammal viszik befele. Nem hívhatok fuvar, sajnos. Így jár, nincs az ő menekítés. Nem menekítünk, csak kíváncsi. Szóval rá de... lőttek engem. Elszik ki, az nem is az. Az nem is volt a rab, szóval nem lehetne elé. Nem baj. Kimegyünk a partra, azt leütöm boxerrel. Mit szóltok? Jól látom, az úrnál kés van? Aha. Jövök az úrhoz, teszek egy gyors kötözőt az úrnak a kezére. Tegye már fel a kezét egy pillanatra, kérem szépen. Hát hogyan a gyors kötöző van rajtam? Hát felemelem a kezedet előle. Előkötöttem meg. Fegyvert szétszed. Geci. Faszom, ki van oda? Hát nem félted az életed? Mit hívol a segítséget? Bazd meg. Tudod, hogy még három gomb van rajtunk. Elveszem a státuszjelzőt, a jelzőt, amivel izé segítséget hív, GPS-t. Mi van még itt a zón? Ezt is elveszem. Tegye vissza fel a kezét. Tegye vissza fel a kezét. Hát, azt a fegyvert be fogod szopni, ha elveszed. Nem elveszem, eldobom, hogy ne tud használni. Uh-huh. Azt hát kell nekem a szaros fegyvered? Jó, akkor teszek egy gyors kötözőt az úrnak a lábára is, én szépen leültettem a hóba. Viszlát. Gyertek erre, gyertek, ott fut, megkötöttek. Hogy sipítozik. De geci, vágod? Pofán verem egy izé boxerrel, azt még izé rányom az azonnalira, geci. Azt a kóra, bazd meg. Minek? Bazdik, ezek nem adják fel. Ja, már fenyegetőzik a szerver szabályzattal, érted? Már nyomja az úr ezerrel. Elneved, mert írtja a szabályzat. Máskor még sokkolója se volt. Igen. Ez mi a geci? Ja? Igen, tudod ki ő? Hát te kit nem ismersz? Magykó, bazd meg. De mindenkit ismersz, geci. Ki? Ez rendvédelmi Shelly akar lenni? Vagy micsoda? Vagy hell is meló? Mert nem vagyunk messze a izé, az ajándékozótól. Akkor oda megyünk. Ott van publik is. Van annál a háznál még publik, srácok? Tudjátok.
Kimerjek menni a vízre? Szia Bazsi, vagy legrosszabb esetben... Legrosszabb esetben én meg... léptem szerintem már... Ott várnak már. Nem tudom, lehet, hogy még egy picit mit gondoltok? Lehet, hogy ott fognak már várni rég. Sziasztok! Csacsá! Pazi, nagyon messze van, geci. Nem kiszáll a hajós melónál, ki fog szállni. Lefizetem a hajós melónak a... Ez a mi a geci? Ja, bazd meg. Az lesz. Ha BNDK, te is rendőr vagy? Hogy nem a rendőröknek szurkolsz? Tojás. Ki kéne menni a vízből, mert fázok. Van még egy ruhám a biztonság kedvéért, szóval. Nem szép. Hát azért tartsatok össze, srácok, kell a rendvédelem a városba. Geci, mindenkit elkaptak. Na, ti noobok. Nem, engem nem kaptak el. Na, végre. Okitokit. Hát van nekem, nem kell neked valamit, Dani? Ja, itt van, nem eszély publik, megoldom már szerintem. Oké, oké. Maradsz még, nézek addig az őt úsz, vagy valami? Ja, nézhetsz, mi a többiek mentek, vagy mi? Szerintem elkapták őket. Legalábbis, ahogy elnéztem téve. Még ott örültek, hogy elmenekültek meg minden, nem? Hát, nem tudom. Mondom, a GPS szerint Dave a PD-n van. A szopás. Többi este meg valószínűleg állat véve. Jó, szépen kiveszem itt a pólóm alól a nylon zacskóba, elrejted. Joci, engem stalkol? Lesz ma fa... hát lesz streamen kívül esetleg. Stalkol a Joci? Józsefka. Ja igen, tehát kiveszem a nylon zacskót a száraz ruhámmal. A búváruha alól szépen visszaöltözök. Búváruhámat beteszem a nylon zacskóba, berakom ide a bokornak a tövébe. Bizonyíték ne legyen. Amúgy igen, őt lehet, hogy azért ment be kihallgatni, vágod? Tuti. Hallod, Ungi? Van egy csaj, aki ide szokott hozzám járni nézni. Ő egyszerűen 4-5 streamet néz, vágod? Csengének hívják. Ő a fekete öves. Hallod, Krinyó már megijedt. Ja, humánba érek? Hát... már nem félek. Most a humán békésebb, mint nem tudom, mint bármi. Igaz, sajnálom, hogy nincs benne publik. Az, hogy nem lehet bemenni humánba a kerítésen. El van zárva. Megverjük a többieket, vagy nézzük őt? Nézz, Janyu, ott azt mindjárt, akkor az durranunk egy boltot, érted? Jó. Le, itt vannak valami? Azt hiszem, Janyu, nem azzatok. Oké, és mondjad anyudnak, hogy ma később érek haza, tegye be a hűtőbe a cukormázas fánkot.
Mahaluru. Én csend, hát csend van. Csoki azt mondta, hogy legyen a cucról megrak. Ettől félek én is. Jaj, de jó. Nagyon örülök neki. Menjen inkább le, menjen el inkább rehabra, én azt mondom. Fektessen be egy jó kis rehabra. Na hol a kocsi? Én nem látok kocsit, te látsz kocsit? Én nem. Ah, bazd meg faszom. Hopp, ott egy kocsi. Igazatok volt, figyeld. Elveszett kis bolid, mint egy kis őzike a bokorba, figyeld. Jó, hogy bujkál és vá... Figyeld, most megközelítjük. Megközelítjük a természetes lelőhelyén. Nem ijesszük el, mert elszalad és akkor nem lesz, hogy elmenjünk. Hát de figyelj, fel vagy készülve, három szerelő áll, még minden, érted? Nem akarom, hogy nagyon mérgesek legyetek, srácok, de minden, amit Csoki csinál, az félig az miattatok van, amúgy. Mert ti teszitek alá a lovat. Tehát bármilyen megkérdőjelezhető szar csinál, mond vagy bármi, és azon ti nevettek, meg úgy csináltok, mint nem tudom milyen jó lenne, azzal csak adjátok alá a lovat. Ez valójában nem is jó tesztek neki, hanem rosszat. Ez a kocsi! Nem is az ütközés a probléma. Hogy lefüstöl. Hát bazdeg úgy csúszott, mint hogy az... izé... Igeci... Most becsokiztam, bazdeg, merre fele jönnek. Meglátják, fekete bolitba vagyok. Meg se kérdezik, ki vagyok, csak megölnek. Igen? Akkor ez arra lett tervezve, hogy becsúszon. Hallott, sweep? Az a baj, nem tudom, az a baj, hogy bármit, amit mondok, ami olyan, úgyis visszamondjátok neki. Én meg nem akarom, hogy azt higgye, hogy én utálom őt, vagy bármi ilyesmi. Hanem a Csoki az egy nagyon instabil csávó. És nem biztos, hogy jót tenne neki, hogy az egyetlen dolog, amiben jól érzi magát, azt elvenni tőle. Érted? Hogyha baj csinál, berakják közmunkára, azt mindig ledolgozza és ennyi. De én nem látom jó ötletnek őt bannolni amúgy. Én sem lennék benne, hogy bannolják őt. Max akkor, ha már kapott valamilyen segítséget is. Ja. Persze, hallottam róla, hogy volt közén. Elhordott mindent megint. De nem kivételezünk, hát megkapja ugyan... Nem admina izé már nagyon régóta. Nem kivételezik, hát ugyanúgy megkapja a köziket, srácok. Hát ott vagytok a streamén, látjátok, hogy minden szarért kapja a közit. Most milyen kivételezésről beszélsz? Több közit dolgozott le, mint lehet, hogy bármelyik itt a cseten jelenleg.
Biztos, hogy ezért bant kapsz. Na ezt nem mond már nekem, légy szíves. Biztos, hogy nem kapsz bant ezért. Dávid, oké, és figyelj, megmondom neked az őszintét. Én... Ha tudom, hogy semmi hülyeséget nem csinálna a ban hatására, akkor megérdemelni egy bant. Ez van. Oké, és lehet, hogy részrehajló vagyok. Én egyelőre, én aggódnék érte, hogyha bant kapna. Pontosan, hogy mentális problémái vannak-e. Alkohol problémái vannak, az biztos. És egy kis alkohol hatása alatt is már olyan dolgokat csinál, ami nagyon nem fér vele. Nem tudom, hogyha más ugyanazt megcsinálná többször, mit kapna. De tőlem permát olyan ember nem kap, aki a játékba csinál valamit. Tehát ahhoz nagyon undorító dolgokat kell csináljam. Az az, hogy baszakodik valakivel, akkor kapja a közmunkát és kész. És akkor a egy héten három napon közmunkázik, az ő dolga. De csak azért, mert valaki ízé körülmények között nem tud viselkedni, azért nem fog gondolni senki. De engem szép dolog kibeszélni. Közmunkára raktam egy órán keresztül engem szívat. És akkor kibeszélek egy kicsit. Én csak pozitívan beszélek róla. Pont, hogy védem. Nem bántom, mint ahogy ő tette. Nem tudom, ez mennyire számít kibeszélésnek. Boss, nézd már vissza a tegnapi streamjét. Nem, bocsa, tegnap előtti streamjét nézd már vissza. Hát én meg egyszer sem szidok. Sziasztok, cigányok, szia. Na jó, meg én meg egyszer sem szidok. Hát de akkor... és még a nő meg is bilincsen, és akkor azt mondtad, hogy én beszélem ki őt? A kis sejmes kezével hallott, tesó. Hát meg még valami slideshow. Elméletileg mennénk valamit, csak kéne túl. Úgy állítézem. Kecsüt vagy? Szerelő Kecsüt vagy? Szerelő? Megszereled, légy szíves. Halló, halló. Köszönjük, nem sok időm van, szóval... Számlaszámod? 11.86. 11 vagy 14? 11. Összekötöttem a laptopot olyan gépjárművel. Halló, hát figyelj már, Big Boss. Hogy hívd a kett? Tehát eleve... Szerintem nincs itt. Tudom, hogy elsőre nem tűnik nagy problémának. De mióta hol van ő például fél messze? Hát attól, hogy bevették máshova. Amiért másra rászólnak, meg izé van kap, meg közmunka. Mi a geci? Mi basz meg? Gyors, letöröm. Szégyezzük meg ezt a helyet, srácok, jó menekülő út. Rendben, meg is vannak. Kifizettem, ha minden igaz. Igen. További szép viszlát. Napot, viszlát. Önnek is.
Igen, Sweep, így van, igazad van. Na látod. Tehát ő azért nem kap közmunkát, hogy félmeztelen van, hanem az olyan dolgokért kap közmunkát, ami még filmekbe is meglepődni, ahogy olyat csinálnak. Érted? Meg értem én, hogy jó, szórakoztató, meg ilyenek, csak nem feltétlenül jó. De az ő dolga. Mindenki úgy játszik, ahogy akar. Tudom, ezt mondom, hogy szórakoztató. Nektek is tudni kellene szólni neki, hogy haver, oké és oké, és ez vicces volt, de elég, mert ez nem oké és meg állj fel a gép elől, mert az meg izé taknyot nálad egybe folyik, olyan úgybe vagy baszva, menj inkább aludj, pihenj, vagy valami, érted? Nem, inkább hagyjátok, adjátok a lálovat. Jól vagy? Hát azért ne feküdjél így a földön, hallod, mert úgy átmennek rajtad az emberek, mint egy izé. Tessék, parancsolj, ajánlék. Léci, köszönöm. Így baszd meg, mondom, mi az a kis szardarab a földön? Milyen jó szemű megy alatta! Isten! Ez kell ajándék? Hopp, ez a... Ott az a csála. Ne menjél! Ráérsz, haver? Nem, bocs, bocs, nem érek rá. Pénzért se? Nem, pénzért se érek el, bocs. Semmi baj. Na, mit akarsz? Ott azért osztogatják az ajándékot, azt neked nem, nekem kell. Kicsoda? Ingyen élő. Hát ott a... ahol a tömeg van. Hát, ha nem a Mikulás osztogatja, akkor leszarom. Nő osztogatja, bazd meg. Á, jó, egye meg. Na, te is búzi vagy, jó. Nem tudom, Emo, nem azt mondja, hogy nem ez kommunikáltok így 50 éjjön, meg 40 éjjön. Adjál már, bazd meg. Értem. Drágák. Úgy van, fulladozzá. Na, bazd meg. Most már ide jelenne, hogyha megbúlná. Hát, én is azt mondom. Ez a hangod, az kifejezetten buzis. Azért nyugtass meg, hogy bekapnád. Én? Le is harapnám. Hülye. Most eszembe jutottad azt a filmet, amit a múlt, még régebben néztem. Azt hiszem, életemben először 14 évesen láttam, vagy 16 évesen, nem tudom már. Ahol egy csajt megerőszakolnak, sajnos. Ilyen csávó, ilyen mocsárba, meg össze-vissza. Hülye vagy, bazd meg? Látom leperegni magam előtt az életem. Na, igen? Azt, hogy a csaj megbosszulta, csapdákat állított a csávóknak, elvitte őket a házba, felakasztott őket a lábuknál fogva, meg ilyenek, azt egy az egybe levágta a pöcsöket. Vágod? És a szájába rakta a csávónak a izé pöcsét. Vagy nem a sajátjában, hanem a csávónak a szájában. Most a gyereket néztél gyerekkorodban? Hát, nem mondták, mondták a srác, hogy ez tök jó film. Mondom, mert miért jó? Hát, mert tök jó akciódús. Hát, nem erre számítottam, amikor akciódús. Azt mondták, akciódús. Az igen, öcsém. Fel a csaj, meg azt hiszem, Na, itt vagyok. A csávót beültet egy ilyen székbe, ha jól emlékszek. Bazd meg. Miközben sztorizok, nem már. Beültet a csávót egy ilyen székbe, és ha megmozdul, ugye akkor a sörétesnek meghúzódik a ravasza, tudod? Azt a csávónak ott ült, azt egy idő után már feladta, aztán megmozdult. Azt hiszem ledurantotta a fejét a nyakáról, meg ilyen egyszer. Jézusom. Nagyon komoly, bazd meg. Én valami olyat láttam, hogy a csajszi az valami ilyen szörny volt, hogy nem tudom. De egy kurva jó nő volt egyébként. És hát elmentek az erdőbe. Azt gondolod, akkor azt mondod, hogy a szép nők szörnyetegek? Lehet, nem tudom. Filmben így volt. És elmentek az erdőbe, és hát ott ugye a csajszia az úgy csinált, mint hogy lepipantaná a csávót. Azt
Én kurva nagy szája alatt leharapta az ágyékát a picsába. Mondom, basz meg, mi ez? Meg amire, ráfügtem mostanában. Na, mesélj. Az a... Hogy hívják ezt a szart? Invincible, mond neked valamit? Igen. Az az animációs mese. Ja. Hű, hogy ott mennyi vér van. Az nagyon beteg, basszik. Hallod, geci? Na figyelj már ide, rádió meg hóba. Először, kussoljál már. Beszélget. Először, amikor megtaláltam azt a sorozatot, elkezdtem nézni, ajj, bazd meg, ez egy ilyen izi, igazságligája, Kopi, meg kell nézem, imádom az ilyeneket, tudod. Szuper is. Elkezdem nézni, azt a kurva, ez a grafika is ugyanaz, mint minden. Mondom, mi a fasz? Ez az, lesz elfoglaltságom egy napra. Elkezdem nézni, szép lassan kiderül a csávó apjáról, bazeg, találkoznak a főhadiszálláson, geci, ez bazeg, konkrét galuskát csinál az összesben. Faternek mindenkit kinyírod. Hallod, mikor így néztem, mondom, ez egy ilyen sorozat? Hallod? Beszartam. Mi a fasz? És jól sem ki a második évadat. És nagyon komoly, mert amúgy én szerintem hagyta magát, láttad? Hagyta, hogy megüssék, persze, hogy be tudja adni a sztorit a izé. A főnöknek, tudod, hogy őt is megtámadták, csak mivel ő nagyon erős volt, őt nem tudták megölni. Yeah. Vágod, amikor izi a földhöz vágta a halat, az kiplacsant az egész teste. Ja. Jó, geci. Hallod, az első olyan sorozat volt az elmúlt 5 évben, amit úgy néztem végig az összes részt, hogy mást nem néztem. Nem mentem át Snapchat, meg ilyenek, meg TikTok. Azt satú végig néztem. Megállás nélkül. Azután a rész után nem tudtam letenni. És egyből most kijött... is durrantottad az első évadot? Persze, hát nem most, már azt régen. Jó napot! Hát most kijött már az új szezon. Zavaratunk egy percet? Hát éppen nagyon felnőtt tartalomról beszélünk, de persze, lehet. Vanilla Unicorn Striptease Club és a QB Curry Pékség nevében oda karácsot kívánunk. Melyik volt, megfaszom? Én is. Igen? És boldog karácsony kívánok, és szeretnénk átadni egy ajándékot. Jó, de ugye ez nem ilyen izé ijeszgetős ajándék. Nem ijeszgetős. Megkérdezhetem. Tessék. Melyiket kell szétosan? Hogy csak arrébb jönném el. Megnézzük. Nagyon szépen köszönöm. Vigyázz csak innen, piros. Urva anyádat, te faszopót. Pám, faszopó, pám, pám, pám. Leülsz, kutya, mondtam szépen neked. Szépen. Mondtam, hogy ülsz, kutya. Hol? Nem találkoztunk még soha. Mondom, ültél, kutya. Agyász meg ezt. Mindjárt én is hívom a haverjaimat, az egész várost, azt megszopjátok a faszt. Szakarodjatok el innen, most mondom. Teszek itt az úra egy bilincset szépen, hátrahozom a kezeit. Kurva anyádat tett az én kezemet, ne tört ki. Teszek egy gondolat az úra, hogy ne tudjon elmenni. Domnó, Krocsum felicsit. Szóval boldog karácsony. Álljak, gyere megállok. Köszönjük szépen, Nikó, szia. Binye, binye, csefács, úgy éjstem, úgy éjstek ászasz, azaz csókoljál meg, ezt érdem meg. Önkő a fárod, Germánia vagy. Germánia? És így csinálok rá. Oké. Conducador de Stivo. Come on, please. Da! Lánu nos csiklu mes, kriptelink tűzes, engem ledobálja, nem megyek lefőle. Inor. Csefács mongule. Tudtam pizdam öti faszopó. A sem zsúr de dolmi. Te. Köt? Tudtam pizdam öti faszopó. Dolmi de uro. Da. Jó, și când vii acasă sau nu mai vii acasă, nu mai când ai bani? În anul ăsta nu mai mă duc. Na bine. Și ai internet ok acolo? Că am vrut să merg și eu la Germania, dar am auzit că internetul este așa de bun acolo. Era bun. E praf. Cât ai amu? Cu șoia la net. Nem cât ai amu, eu mie cât am... Figyelj csak, nos, am 250, dar e instabil. Nem tudom, miről van szó. Instabil? Și köpletești din lume. Instabil să este mingea. În jur de... 60? Așa. 60 de euro? Ce pula mea. Mingea mai de haveriei dat te fasopo, hát nem látod, hogy baj van? Na bine. Én amúgy nem vizem, hogy a vadembert. Și cu cine ești acolo?
Tu ești mai, mai important pentru mine ca și el. Azi igen. Și foiam atertă mi-a spus. Cum tu? Cu frate sau cu cine? Mai de rupe să îmi atem cu Fernando. Da, da, da. Și câți ani are el? E mai mare, mai mare sau mai mic? Mai mare, cu 6 ani. Mai mare. Bine. Na du-te, joace și mai vorbim mai târziu, bine? Gyenge vagy te is. Bine. Gyenge? Ciao, ciao. Mindjárt meglátod, milyen gyenge vagyok, várjál csak. Csoki, jó kutyám raktak el. Ültess be a kocsiba. Engedj. Ültessen be. Meg fogtok halni, most mondom. Előbb meghalsz, te ne aggódjál. Naha, jó van, gyerünk akkor. Na, rakjál be a kocsiba. Rakjál be a kocsiba, a rákba. Gyerünk, vigyél. Besegíteni itt az úri embert, a gépkármébe. Mutasd, mire vagy képes. Gyerünk, gyere, beszállok. Baszomat fogsz könyörögni. Gyerünk. Megkötöm az övét. Gyerünk, 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 menjünk. Mutasd, mire vagy képes, te brigád. Gyerünk. Majd én megmutatom ezután. Gát. Azaz. Gyerünk, vigyetek. Új, de megbaszom a számot. Az egész frakciódat meg fogom mutatni ezé most. Nem tetszett, kis kórup geci. Várjál csak, nem kell aggódni. Dani! Ugodjál le! Nagyon sok információ van az egész brigádodról. Nagyon örülök neki. Jó van, nem baj, ne vessetek csak, semmi baj. Én kussolok, jó? Inkább. Jó, oké, mert jobban járok, most úgy érzem, ha kussolok. Jó, sokkal jobban jársz. Így van. Látod, igazat adom neked, de ne sugett. Na gyerünk akkor, vigyél! Viszlek, mindjárt ott vagyunk. Basz, csak egy pár napot adjatok hetet. Hát nincs pár napot, csak pár percet van már hátra főnök. Figyelj már, de Danikám, meg fogsz szűnni létezni. Milyen Danikám? Nem így hívnak, uram. Danikám vagy te, én úgy hívlak mostantól, hogy Danikám. Igen? Hát, persze, én ezt találtam. Nagyon jó vagy. Tényleg így hívnak? Jaj, akkor eltaláltad? Betömöd a száját, betömöd a száját, mi beszél a feleségesen? Na várjál csak, te kis geci, te kis kórunk geci. Menjünk egyenesen, van ott a híd. Tudod, a zöld híd, oda vigyük már föl. Itt ugorjak bele a tengerbe, azt akarjátok? Vagy mit akartok? Á, jobb lesz, meglátod. Beugrok én nektek, ha kell. Nem lesz ebből semmi probléma. Úgy, de megszokjátok a fasztárt. Figyelj csak, Danikám, te fogod megszokni a legnagyobb fasztárt. Oké, oké, és? Jó, semmi. Leketezik ezeket az ott a kocsiba már szépen. Már tegnap a körmödre lett nézve, de nem baj, ma is az lett. Ki segítsen itt az úr? Ne segíts ki, ne segíts ki! Véded a csalókat a szerveren. Ja, ne segítsen. Szállj ki a chargerből! Minél magyarázasz? Bent hagyom a kocsiba. De szállj már vissza a kocsiba! Szállj már vissza! Én? Szállj vissza. Visszaszállok. Nem tudok beszállni. Mi van, faszobó, csak nem... Vigyeljétek arra, hogy el akarja vinni a BMW-t. Dehogy akarom. Nem fog elmenni azért. Ültess be, úgy bilincsel együtt, ültess be. Nem tudom, mert persze, bilincsel együtt ültessetek be, te mesüge. Csináljatok már valami rosszat nekem. Vedd erről a bilincs, ültess már be. Mindjárt úgy szájba basz, leküpp fejellek te, faszobó. Amúgy téged nem akarlak bántani kolompát. Keres segítséget inkább, én azt mondom. Ülje be inkább, jó? Ülj már be inkább, nagy szájú. Fogadd el, hogy lelettél most győzve, azt majd legközelebb majd te győzöl. Igen? Így van, ülje be. Jó van. Szóval megkötözöm az urat, akkor... Lelettem győzve, így van. Lezárom a kocsit. Na, hello, hello, hello. Nem veszed el ezt el tőlem? Nyomjad. Elkezdem betolni a BMW-t a vízbe. Van a... Szállj már vissza, be van zárva az. Visszaszállok, Jugi van. Hát öregem. Nem tudom. Istenem, nézd már ki, faszopó. Bocsi? Azaz, az ügyes a beszél. Vagy. De mi? A faszért dobálod rá a bilincset, úgy sem ér semmit. Látod? Így kell, ahogy ő most csinálja. Látod? Ez a beszéd. Az jó, egyre jobb. Ó, gyerekek. Én meg is szeretem a kocsidat halálra. Így van, nagyon szépen köszönöm, testvérem. Na, ültess be! Ültess be! Leveszem szépen. Ültess be bilincsestől! Ültess be! De nem tud beültetni bilincsestől. De! Ültess be bilincsestől, nem értettek! Mondom, nem tudom beültetni bilincsestől. Mondom a gazdát szól. De ültess már be! Ültess már be bilincsestől! Dehogy fogadok szót! Nem fog neki menni egy kocsinak se! Ültess be! De megpróbáltam, bozd meg! Nem igaz, nem lehet nekem hírni, geci! Autóinterakcióban van, baszod! Tudom!
de nem tudom. Nem engedi. Most lebasztam volna egy pofont, te kutya. Várjál csak. Mindjárt felállok, kaptok ti. Kurva anyádat, te. Viszem itt az urat, szépen berakom ide a kocsiból, megkötözött kézzel, a lábbal. Megbaszom a szátokat, az egész várossal együtt, nem kell. Ki üldözlek én titeket, nem baj, most ti nyertetek, de majd én nyerek a végén. Az nevet, aki a végén nevet, tudod? Jó. Majd meglátod, ezt a piros hajó, vagy a sárga, vagy a faszom tudja milyen hajad van neked, te buzi. Igen? Nem fogod majd megtudni. Megod? Jó, hogy előtte be vagy? Kell rakni. Senki, ti nem tehettek róla, csak ez a buzi. Megod? Így van. Így van. Ezt bírnod kell, ahogy kell. Azaz, hajtsál bele a vízbe, mint egy igazi erkés csávó. Ez az eszó. Hát a másik nem tudom megoldani. Haladjál vembelem a vízbe. Kurva anyádat, te. Maradjál itt, dögöljél meg velem együtt. Mehetünk? Hova lettek a többiek? Ember, gyertek már ki a vízből! Na jó, csak nehogy az ő kijöjjön onnan. Bilincsel nem tud kijönni. Hallod, először beraktad és utána bilincselted? Nem, én csináltam rosszul. Először bebilincsel és utána berakod, csak neked valami nem volt jó. Ennek mi bajom voltam úgy, bárcsa, ki ez a random gyökér? Pont ez az, hogy random gyökér. Valami szerverről mesélt. Van valami izé, szerver termed? Ne? Danikám. Mondjad csak. Megy háttérbe izé? Minecraft? Nem kell bannoljad, ne. Hát izé, otthon van egy ilyen szervergép, amiről megy a Daisy szerverek. Az igen. Tehát ezek pozzártak be, nem? Mi a Daisy szerverek? Nem? Hát az valamelyik, izé, valamelyik szerverek bezártak. De nem az a The Days Gone, te hülye. Ja, tényleg. Tényleg. Jó, bannoljad, Magyko, bannoljad, legyen meg a ez mai... Ez jól esett. Mai viszkető kezed. A The Days Before, az a neve, bocs. Az más, ott a játék zárta maga. Na menjünk túl szokér. Úr sem mennyi kocsik, nézzétek. Egy igazi gazdag ember van. Hol voltak Csokinak az emberei? Miért nem jöttek segíteni neki? Ti se találtátok őket? Ne ülj bele! Itt van. Picit hátrább mentünk, csak egy kényes. Hol volt a sok embere? Nem úgy volt, hogy jönnek neki segíteni? Persze, de összeszámolhatja, tudja mi? Mi az kell a legjobból? Fú, lemgébe oda jön, geci. Azt a kurva. Azt mondjátok, hogy én nonos vagyok a szerveren? Nézzétek meg őt! Hát most mit csináljak? Hát kapjam, hát most bazzeg. Csőcső, szavasszok. Csokolom. Ki ez az idegen hang? Nem baj. Addig, ameddig szítkozódik. Hát de most mit? Biztos nem hallgatok bele a streambe. Miért nézném a streamjét? Én egyáltalán nem élvezem, amit művel. Soha nem tudjuk meg. Na mi van? Mondtam, hogy cucu az. Ja. Kéne egy külön kocsit hozzatok azért, mert úsz kéne összeszedni. Hát jó, menjük vissza a bázisra, aztán hozok ki. Hát ő meg van rám sértődő, meg közmunkára raktam. Gyökér elrakta. Hát jó, minden admira meg van sértődve. Hát mivel mentünk volna? Na mit mondott a Big Boss? Gyalog. Csak nem kibeszél.
Light, ne szívjad a lányodat, nem szeretem. Hát, bazd meg, ha már nőt nem kérted meg, hogy ezért kiszívjon. Csak megpilincseld. Dehogy az mi volt, de már a kik csoki. Már is vagy. Tehát muszáj már csak kérted, elfogadjuk. A nőnek? Hát igen, a rendőrnőnek. Hát na, ne bánt. Hát. Ez a baj, vigyá, bassz. Jövök, telefonálok én. Légy jó. Hát de most ezért nem kellett volna kivonuljad, Matyko. Jó van az, ez content, hadd jöjjenek. Jó van az, túlra jó, ezért nem kellett volna kivonuljad. Meg vicces, hogy ilyen izé, két szó az ember, tudod. Ezért nem kell kibannolni még, szerintem. Adj Isten! Tiszteletem! Adj Isten! Hogy van az úr? Köszönöm, és önök? Már meg vagyunk. Hideg van. Hát és hozza még a romettjét, figyeld. Ez a romettel együtt született a cucu, szerintem úgy jött ki az anyjából. Persze, hallató. Old fel, persze, persze. Szóval, van meló, uram? Köszönöm. Van meló? Hát, van, van, akad. Akad? Csináljunk? Jó. Na, csináljon. Na jó, van akkor. Átenged a piroson? Segítség, elraboltak. Várjuk meg a zöldet. Így van. Elraboltak, csokolom. Igen? Segítség. És rossz magának, ott nagyon? Hallja, most amiért hazudik magának, és magát hergeli, és a maga idejét akarja rabolni, nem viszi be? Most kiszállunk, és mindenkin ugyanolyan ruha lesz. Azon a csávon is, akit próbálja eltenni a túszt. Beviszi, hogyha most kiszállunk mindhárman? Hát, nem csinált még semmit, szépen vigyek. Hát hazudott magának. Nem a rend éber őreinek. Na, zöld van, megyünk tovább. Szia. Viszont. Már sárga van. Az már piros! Ti hárman ültek a kocsiba, és egy ember tudok csak elvinni? Sokon hátra az életemből. Hát igen, ezt mondtam, hogy menjünk vissza. Segítsek! Hát, hova vissza? Nem meg vagyok. Kolompárnak van kocsija. Véget vettek az életemből. Akkor Kolompár, vegyék egy autót. Nem akarsz elvenni. Hallott fejérugás itt tőlem balra. Van kedved elég tartani jó pénzzel. Segítsen, meg akarnak ölni. Ki akarja meg? Ott veszi ki az autót, most vette ki. Hallod, figyelj már, ráérsz? Én? Igen, igen, te ez okni fej. Mondjad. Nincs kedved velünk tartani jó pénzért? Mennyi? Hát ilyen 20-25 ezerbe gondolkodok. De csak leteszem a legális tárgyakat és jövök, jó? Nyugodtan! Érezd otthon magad! Az igen! Jó volt? Az a sluk! Jajjaj! Tényleg, Dani, csak megmenekültetek amúgy? Hát én hosszan, de megmenekültem, ja. Jajjó! Itt az öreg úrnak nincs kedve velünk tartani esetleg jó pénzért? Kis vagyi? Á, inkább forró csoki. Régen ittam már, megyek. Ne menjél! Az ilyen hidegben nem. Fagyi. Nem bánni a görcs, öreg vagyok, én már nem sok van nekem. Hát maga ezt mondogatja itt folyamatosan, tényleg egy ekkora baj? Hát de nézze meg így már, itt a visszaszámláló. Skiszkét. Itt van az órám, így ti haza telefonál, most írtok. Na, jövöm. Ülj be nyugodtan. De ülj be, mi a mellém. Rá a csomagtartó. Ja. Nem csomagtartóban van, hátul van. Na, a csomagtartóban van. Ja, beütő a csomagtartóban? Aha. Van hely a izé, hátul is. Hát de ez 4 személyes autó. Nem akarnak csomagba vinni, mert az nagyon embertelen. Az úgy szépen beszáll. Na, egyes bank. Vagy ötös? Ötös. Nem adó. Ez mennyi egy ilyen autó? Mennyibe adod? Nem eladó? Ez nagyon drága. Meg de... ez BMW, ez nem autó. De pénzben mennyi? Mint a két májad meg a tüdőd.
Az mennyi? Akkor egy 13 misi. Mennyi? 2 millió. 13. Az ötös már bizony. Bizé, 2 milliót adok érte. Az felejtős. Keleti bank. Bolt. Annyiba kerül ebbe a szabadba a benzin. 7. Bolton az olajcsere. Na hát igen. Nekem is volt tréderes, már úgy van, de ne szálljátok még ki, jó? Srácok, csak megnézem, hogy rabolható-e. Jó. Erre meg kiszáll mindenki, bazd meg. Én bennmaradtam. Az a motor kell nekem, az nekem való. Kis Simpson. Ez a cucu, éj, ez cucu. Ó, vezethettem. A cucu nekem adja. Te túlsz vagy? De nekem van. Tessé. Ja, várjál már. Te túlsz vagy? Igen, van kártyám. Aha. Akkor ne. Van kártyád? Igen. Írta, hogy azonosító kell? Nálam is van. Nem. Várj. Biztos a kedvé, ha ránézek, akkor izé, egyben elkezdi? Csak tegyél, tedd ki a kettőt a földre, és úgy nézd meg. Tudom, már nézi. Így de csorró vagyok, alig van pénzem. Akkor én meg sem szólalok. Ki kéne mosni még a piszkosom is. 7 millió dollárom van, nem hiszem el. Na, akkor itt a bank, leveszik a tiédet. Nincsen eladó PP-tek. Papu! Mi az a PP? Papu! Prémium pont. Vagy öreg úr, fiai. Az nem prémium pont. Piros pontnak csúfolják, fiatal ember. Piros pont az jó. Sokkal kevesebb minuszért, cserébe kérek öntől 50 000 dollárt. Hát nem tudom. Kolompár, figyelj meg. Mondjad. Én is kolompár vagyok. Jó. Tudsz, hogy kérek, hogy van nálad egy szennyes. Nem, faszom, nálam nem írja ki. Van nálam. Jó, akkor hát megnézem, akkor azt töröm. 1320. Mi a kedves számod? 1320. Négy perc múlva meg lehet nézni. Akkor jó. De hogy csináltad egyébként? Hát mi, ránéztem a szememmel, aztán törés. Nálam ezért nyírt. Igen? Belépőkártyát. Lehet fagyizni. Szeretnél jönni? Nálunk forró csak ízni lehet, mert most hideg van a fagyizáshoz. Ihe, rendes beszállok. Gyere. Jó van akkor. Srácok, 4 perc múlva kezdődik a dolog. Úgyhogy addig nyugodtan izom, hogy maradjatok a kocsiba, vagy üljetek. Addig megyek fel, menjek be, vagy valami. Amit szeretnétek, nyugodtan. Füles rajtam lesz fejbe, csak szóljatok, mert cigizek egyet. Hallani? Jaja. Akkor majd szóljanak, kérem. Mondja azt. Magyko, amúgy elfelejtettem megköszönni, kösz szépen a boostot a DC-n. Nagyon szépen, köszi. I am very very thankful for you. Így bazen. Milyen ferkó volt ez. Elviszem cuccanak, hogy izé babettájátok, mit csinál? Átérzem uram, maximálisan átérzem, ahogy most járt maga. Hova lett a kolompár a kocsijával? Faszom, hogy elment valahova. Ja, szerelőnél van. Szerelőnél van, ja. Bazzeg. Hogy elindult? Hogy elindult? Ez milyen Subaru? Az egyedi Subaru amúgy? Mm-hmm. Szia, nejes! Mi a helyzet? Az igen, öcsém.
Hoppá. Hogy puffog a fiú, gőzmozdony, bazd meg. Nagyon komoly. Tudsz bankot törni amúgy, Light Shadow? Nem. Soha nem csináltam még, úgyhogy nem. Van egy csávókám, aki... Aki így azért GTA-zni szokott otthon. Faszom. Majd az ő streamjét kéne néznem. Ezt megtanulni, hogy hogy csinálja. Hát amúgy. Nem is akartam berakni senki se autóba. Jó fasz. Megtisztítom a kocsit, ami két perc múlva ugyanám koszos lesz. Bár mondjuk az egyetlen bajom az a srácsa, hogy szerintem tudod, hogy ez ő, Petero. Melyik kell? Hát akit nézni szoktam otthon. Igen? Hogy hívják? Ha. Én valami üzője, valami Rocky vagy. Ő fog valami rakéta, történni? Rakéta, faszom tudja. Persze, csak várunk arra, hogy lejárjon a számláló, mert még nem enged törni. Jó, még van 3 perc legalább. Addig kipróbálhatom a motort. Hát azt nem. A tulajától kell elkérni. Tulajja nincs itt. Ja. Elszublimált, hogy nem tudom. Nulla perc van hátra, mindjárt durrantom. Görcsölök. Hallod Glide-t, adok neked egy szerelőládát, nézd. Jaj, te. Melyik a szerelőládát? Nincs semmi baja. Én nézem, hogy áll a tank. Hát ez menekülésre alkalmas. Hát nyomsz kettő. Tessék. Ez a skála. Na gyertek be, srácok. Na. Na. Indulja. Kipróbáltam a motorot. Nem, kezdődik a buli. Karácsonyi ajándékot. Milyen karácsonyi ajándékot? De szép. Ja tényleg nem nyitottam még ki, bazd meg. Na, valami fegyver. Ó, menj már a faszomba. Te buzi. Akkor gyere, boxoljunk. Ó, geci. Figyelj, 51 millió át. Elkezdtem. Te vagy már 51 millió, hogy dolna. 7. Na, maradj semmi, mert törik. Hát itt adogatják a városban a srácok. A Bentonék, meg a Dorciék. Na mit láttál, Bálint? Hogy szakadsz. Szakadár fiú vagy te. Ja, hát hagyjad, hát jól teszi. Jól teszi, mert az ilyet szeretik az emberek. Szeretik a trash-t. Igazából ő csinálja a legjobban, ha belegondolsz. Persze lehet, hogy hosszú távon nem valami jó dolog, de így hirtelen felindulásból tök jól csinálja. Agresszívnak kell lenni, trash-nek kell lenni, bunkónak kell lenni, ezt eszi a nép. De hogy is jön? Nem kell. Isten őriz. Nem akarom, hogy befolyásoljon az, amit mond rám, mert ha majd meg kijövök az adminügyre, akkor nem akarom, hogy amiatt máshogy ítélkezzek felette. Neked lehet pakolni? Gyere már! Neked te tudod pakolni? Meg már 60 szek van hátra. Na, engedjél be felé. Én tudom. Hallgassa! Hát röhögjön. Azért csináltam, hogy legyen mi röhögni ma este. A legegyszerűbb dolog az lett volna, hogyha szóba sállok a csokival, mert arrébb megyek. Csöndben legyek. És engem remélem ki leszek fizetve. Igen? Ha nem marad csöndbe, akkor nem. Ne.
Nyomott fasz. Jó van az. Nem kell nekem tudni. Habár el tudom képzelni, mert múltkor meg az admin cseten az ment, hogy ő miket mondta az adminokra. Szóval... Ezek hogy tudsz szedni? Mindjárt becsukódik ránk az ajtó. Miért te meg még nem töröd a másikat? Úristen! Beltörik. Kibaszott a szerverről? Hallott egy nekve? Nagyon komoly. Ilyen kapcsolatai vannak neki? Dick! Ezt nem tudom szedni. Hát jó, imádkozni kell. Várjál, mert lehet Cucu tudja. Cucu tudod? De mindjárt becsukódik az ajtó. Szar már. Sziasztok. Kiengesztem. Nem tudom én sem. Mindegy. Várjatok, majd kiszedem én. Nem, jó helyen vagy itt. De ne verekedjetek már a túszra. Nem a túsz öregszik, bazd meg, hanem az új NPC. A micsoda? Még egyszer, Glyde, a micsoda? Paramedikes, bocs. Paramedikes, mondom. Na, mit hallottál? Megmondtam, hogy most kifüled. Dickhead! Kiüthettem. Öcsi, maradj már nyugton. Ne verekedjél itt, te! Na, elég lesz már. Üljetek le mind a kettőt. Élvezzétek ki, srácok. Élvezzétek ki. Azt hiszi Mike Tyson, de közben nem. My little pony. My little pony. Ez kemény. Jó, hallom, hogy nem szól a zene. Bazd meg, milyen csend van, hallom a lelkiismeretemet. De amúgy ilyenkor lehet segíteni egyébként. Most mi csinálsz? Bocsánat. Mi volt az elképzelés? Hát ez ellopta a bennizes terepjáról, nem? Valószínű. Hát, fixer. Na. Na most már lehet hallani, jól van. Jól van, minden most rendben. Nem tudjuk. Kényve dobálsz. És van igen. Legyél valáros. Gyerünk. Egy adminisztrátor elfogadta a reportodat. Kérlek, várj türelmesen felkiáltójában. Ne jöjjte, bozi! Szia, adminisztrátor! Hello. Pablo Escobar. Mennyit szedtünk ki, srácok? Nem tudom. Pablo, nézd már rá, csáó, elmondta a benizes kocsit. Itt megy ki, nézd csak. Itt balra ment. Pablo, reakcióidő, gyere! Azt a Benny, az nem Bennyzés van be, itten fánolgat a kocsival. Kapd el a grabbancát neki. Te, mit csinálsz? Cső! Már a kurva anyádat, te patkány! Gyere ide, megmondom anyádnak, mit csinálsz? El leszel mondva anyukádnak, el leszel tiltva a gép előbb pár hétre. Mi lesz veled? Pont ünnepek vannak, ilyenkor tudnál sokat gépezni, ezt ilyen vagy? Te mit csinálsz? Jó, meg is nézem itt a rendszerbe a telefonszámát az anyukájának. Meghalt? Mert ráadósz. Hát, igen. Megvan az IP címet, haver. Hey. Lelépett. Lelépett a fiút? Elment aludni. Na menjünk le azért, leviszlek, nézed? Pablo, leviszlek. Ugye elgázolnak a faszba. Tudsz, szedd már fel, rejtözös. Mindjárt, csak én más csinálok. Jajjó. Fixeket kérhetünk, Escobar, meg majd, hibájuk. Majd, más csinál. Már szóltam. Dani, tedd fel a kezed. Mi az a könyvecske? Nekem ne adjál pont, hogy vegyél el tőlem. Hát nem, inkább mondd meg, hogy ennyit tüzét aztán ja. Úgy azonnal. És nem tudod mondani, vagy mi? Az baj. Nem, majd te beszélsz vagy. Nem, be igazából. Dobálásra jó. Nem érdekel eladó rádió, meg boiler. Dehogy nem, ingyen jöhet. Boiler eladó. Easy. Ez igen. Na.
kell? Na, a malackát kéne felszedni a földről. Malacot. Na, meg fixelni a kocsikat. Jó van, akkor az nem lesz fixelve. Be van az árba, hisz ennyi volt. Nyisd már ki az autódat. Valam pár. Haló? Igen, igen. Nyisd ki az autód. Azt mondja, itt van lenni, amit köszi szépen. Szaki. Nem szaki. Kolompár, olyan lassú vagy, bazza, mi van? Kolompár! Tolod? Ide figyeljél! Legalább eddig kapcsolod meg a pornót a háttérből. Így igazi tényleg. Már-e? De én máshogy oldom meg. Jó, ez megvan. Is kell. Na, és akkor 80k-t tudtunk csak kiszedni. A 230-240 helyet. Izétek, van hozzá videó? Nekem ne lenne, nekem mindenről van, Pablo. Tudsz mutatni? Persze. A szükséges persze. Hanyas fogadóba jöjjek? Átrunk amúgy vagy. Jövök egy pillanat. Nem lenne fel, srácok, mert neki segítségre van szüksége. Nem, felejtsd el. Tudom, Jaci, hogy neked ez a mindened, de sajnos én ebből kimaradok. Ebből én tiszteletre méltóan kimaradok. Hadd olcsón. Valamiből neki is össze kell szedni a nézőit, érted? Mindenki másból szedi össze. Mivel pont itt. Igen. Hopp, úgy innen nézzük. Ciao, ciao. Cső. Szóval, hogyha mehet. Nézem. Karácsonyi ajándékot. Figyelj, 51 millió. Elkezdem törni. Persze, de... Mondd rám. Mert ha majd már leve nem írja a ski, de a srácok azt ki tudták szedni, én nem tudtam szedni. Aha. Este. Menjünk tovább. Ezt nem tudom szedni. Hát ja, imádkozni kell. Nem tudjátok mi. Várjál, mert lehet Cucu tudja. Cucu tudod? Hát ugye becsukódik az ajtó. Szard már. Sziasztok. Ki engedte? Nem tudom én sem. Mindegy. Ja. Várjatok, majd kiszedem. Jó lesz? Aha. Nem, jó helyen vagy itt. De ne verekedjetek már túlszal. Mennyi van meg? 80, ugye? 80 van meg, igen. Megyek átadtam vissza. Átadtam a kest. Oké, és kösz, megyek vissza, így csevegő, csücsü. Oksa, csücsü. Faszom. De lent van a szobánk. Nem lehetne valami feljebb tenni? Jossi, nem lehet valami feljebb tenni a mi IC csevegőnket? Kit kell leszopni érte? Az meg... Megvan. Aki ezt hallja, az buzi. Beszóltam itt a srácoknak az IC csevegőbe. Hát te hallod, már reagáltál rá. Az beütött egy kicsit. De mit hallottam? Na srácok, jött a rendvédelem? Gondolom nem. Senki nem gobolt. Nagyon jó. 7 percet kell várni csak. Nem tudom mennyit telt el. Sok. Akkor ezzel a lendülettel üljön be minden túl szépen a BMW-be és menjünk a nemzetire. Az igen, mehetünk. Az igen, itt... Ki jött a rendvédelem? Itt van, befele. Itt van az I8, befele mindenki, itt az I8, befele. Ja, nem tudok eldobni. Éj, dosolják a szerver, mi van? Aha, nélkül volt.
Most már helyre. És ez mi? Túlszó, hogy láttam ott bent. Ezt látjátok? Jetsz, mi a fasz van? És egy felekedés. Bajok vannak, hallod? De baj, nem kicsi. Én is ezt mondom. Egyet értetek velem? Buzik vagytok mind? Gondolom. Csoki doszolja a szervert, hallod? Ez nem állapot. Hát én már vissza se jövök szerintem. Megyek, azt átraidelem a jocit. Szétraideljük a fiúnak a seggét. Ja, ennyi lesz mára szerintem, srácok. Ez gatya. Gatya. Remélem tetszett a mai stream, srácok. Aztán holnap találkozunk egy másik streammel. Menjünk aztán, nézzük a jocit. Okés? Sziasztok! Csók! Szia, Clyde!